Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk 15 perccel. És újra itt a stúdióban, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Feri, hello Jani! Sziasztok! Hello! Drága metrózó barátaink, nem metrózó barátaink, akik hallgattatok és akik nem hallgattatok, itt vagyunk, és nem mondom, hogy rossz, hogy áll a stúdió. Egyébként szóval a széket, mint a tegnapiak. Igen, jó volt, de elég is volt. Szerettem, klassz volt, letudtuk, de az utolsó fél órában azt éreztem, hogy na most már azért jó lenne. Legalábbis fölmenni a Pillang utcáig, vagy az Őrs vezértére. Kicsi levegő, kis fény. Kis fény, vagy valami. Szóval le a kalappal tényleg a bányászok. Mondjuk a Pillang utcáig sokat kellett volna gyalogolni. Igen, vagy ásni. Igen, ásni, de tényleg, aki ezt 8 órába, 10 órába csinálja, hogy nem jön föl, csak ide-oda, 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 hát komolyan le a kalappal. Megszűnik az időérzés. Előtt nézd minden. Az órát, abból látod, hogy telik egyébként, meg semmi változás. Ez az egy percenként megáll, begyorsul, megáll. Háttal a egyik irány, fékez, előre, másik. Hátra. Szóval jó volt, szerettem, de a végére már úgy éreztem, hogy jó lesz kiszállni. Feljöttünk ott a kocsiszínbe, én konkrétan 10 percig húgyorogtam. Ugye 4 óráig volt a tök sötétben, tűző nap volt, mikor feljöttünk, mint a vakod, úgy mentem el a kocsiminkbe, nem láttam semmit. Mondjuk az a kocsiszín, tehát azért azt mondjuk el, hogy az űrállomás. Na, sajnálom, ez kivaradt. Űrállomás, ahogy Pálko mondta. Űrállomás. Kimész a felszínre, brutások sín egymás mellett, begurul a kocsi egy ilyen depóba, ott ilyen vágányok, a szerelők oda tudnak menni két oldalt a kocsikhoz, ott állnak egymás mellett, tiszta, szép, tehát az náza. Az náza, gyerekek, az... Elképesztő. Nagyon komoly. Körülbelül mit tudom, már 3 órája len lehetünk, és mondom Ferinek, hogy mondom, a Bikás Park lehet a legközelebb a felszínhez, és tudod, így néztem, így bedőltem, így jobbra, hát, ha látom a napot, de tényleg pedig én a fél életemet metrózással töltöttem, kis túlzással, ennek ellenére azért 3 óra után már én is így kezdtem keresni a menekülési útvonalakat. Főleg, hogy azért hála jó Istennek, iszonyú sok ember volt. Nagyon tehát sokan, nagyon mondták, sokan voltak. Feri mondta reggel, hogy valaki megemlítette neki, hogy ennyi ember még nem volt 4-es metró, és van benne valami. Hát csurik tele volt. 50-kor elköszöntünk, hogy 51 és nem akartak leszállni az emberek. És ugye mi még fél órát mentünk, mert még meg kellett tenni, vagy 20 percet még oda a végállomásig, és meg még vissza. A kocsi színig mi? Kellemföldni, úgy kellett megkérni őket, hogy drágák, akkor most legyetek szívesek végre kiszállni, mert elbúcsúzunk, mi megyünk tovább, mert ott áll a kocsink bent a kocsiszíme, szevasztok. Figyelj, hát ott nem akartak leszállni konkrétan. Tehát még egy 10 megállót ott végigmentünk velük műsoron kívül, kis fotózkodás, kis aláírás, nem tudom. Aztán már úgy kellett tényleg nekik szólni, hogy itt a vége, 4:11 van. Már nem tartam műsor, úgyhogy le kéne pattanni. Úgyhogy ők aztán leszálltak. Leszálltak végül Kelenföldön, mi pedig tovább mentünk. De nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki tegnap eljött. Volt olyan, aki a 4 órát végig metrozgatta velünk, végig lassított, gyorsított, stb. És hát ugye nekik ki is kellett szállni mindig a végállomásokon, aztán meg visszaszállni, amikor megfordult a kocsi. Hát nagyon kedvesek voltuk, hogy eljöttetek, köszönjük szépen. Igen. Többen láttak bennünket kintről, mint bentről szerintem, de mert ugye hát ott elfoglalták a helyet a fanatikusok, és akkor inkább úgy tudtatok velünk találkozni, hogy kintről mindenki beintegetett, mert ugye hát ott nem lehetett hozzánk közel férni. Kor dokumentumok a Facebookon, meg az Instagramon. Van minden. Képünk fent van. Minden. Szemből, a profilból, minden. Azóta már megvettem a bérletet is. Igen. Ez gyerekek, hogy a Vadon Jani lejárt bérlettel jött. Igen, voltogatalak ott benneteket, meg próbálkoztam sarokba szorítani a két srácot, és aztán kiderült, hogy lejárt a bérletem, tudod. Az kemény volt, igen. De érvényes egyel utaztam, nekem ott volt. Igen. Nekem ott volt a vonaljegyem. Bár nem lett lekezelve, de jött volna a Kaller, akkor lekezelhette volna. Kis lyukasztójával. Világjegy. úgyhogy megvoltunk. És jól szóltunk, hát ez elképesztő. Nagyon jól szóltunk. Így azért ebben a formában, nem? Gondoltad volna még 10 évvel ezelőtt is, hogy ilyet meg lehet csinálni? Nem. Az volt, hogy hát gyerekek, nem tudunk kábelt húzni a metró után, mi jön a hang? Még múlt hét pénteken sem hittük. Jó, az egy másik kérdés, nem? Akkor azért már lehetett tudni, hogy azért ez működhet ez a rendszer, ami Gyulánk összerakta, meg a Vodafone műszaki osztálya, úgyhogy szerintem ez tök jó volt. Hibátlan volt. 4 órán keresztül, oda-vissza ment el, tök jó. Igen, telefonálókkal, mindenkivel, úgyhogy jól működött a dolog. Ki is döltem utána, el is fáradtam azért. Szerintem mindenki aludt egyet, vagy én legalábbis veled voltam. Fárasztó volt, igen. Úgyhogy ez volt. Jól van, mi újság egyébként, minden rendben? Ja, hát oké, reggel. Nálam minden rendben, csak
mondom, hogy minden rendben, úgyhogy mert júniusra már megvan a program, úgyhogy nagyon örülök neki, hát sajnos jövő júniusban. Jövő június, igen, jövő júniusra már árosítják a jegyeket, szabad koncert lesz az utolsó ebben az országban. De úgy, mint ahogy szoktam kérdezni, mint az LGT, nem, az sajnos, hogy már olyan állapotban vannak, hogy náluk higgyető is, hogy többet nem fognak fellépni. The End ez a koncert úrnének is a neve, és hát Csabival ott fogunk szépen ülni egymás mellett. Természetesen csak papáson üldögélünk, már nem megyünk le a kigyóverembe. De te vetted a jegyet a Csabinak is. Aha, igen, de kifizetni. De, ja, nagyon remélem. Nagyon remélem, nem akarom. Nem akarom ilyesmivel terhelni, de jó lenne, ha valaki esetleg látna, akkor mondaná neki, hogy akkor hozza a kest. Mennyibe kerül? Azt nem mondom meg. Nem akarom reklámozni. Húzós, igen, meg húzós, de hát úgy voltam vele, hogy egyszer látom őket, gyakorlatilag azt a zenekart, akik nélkül nem lenne metal, vagy nem olyan formában, lenne, mint ahogy most van. Persze, gyakorlatilag velük kezdődött minden. Ők a keresztapái ennek a műfajnak, úgyhogy meg kell őket nézni. Van, amire az ember azt mondja egyébként szerintem, hogy basszus kerül, amibe kerül, én ott akarok lenni, és én meg akarom nézni még ezt. Hát ez így kell, szokat. Tehát ami ilyen, az arra menni kell. Hát. Olcsóbb itthon vajon, mint a külföldi jegy? A figyelembe veszik? Nem. Már nincs ilyen. Mi szerintem a figyelembe nincs veszik, hogy nincs annyi pénz a magyar átlagpolgárnak? Á, nem. Azt mondják, hogy el akarsz jönni, akkor. Ma nincsenek nagy különbségek, meg egy pécsi koncert, meg egy budapesti koncert között. Lehet egy picivel, de nem sokkal. Hát ez egy horror, én tudom az árát. Az, hát sajnos ez van, de hát, hogy gondolom, tehát, hogy én meg akarom nézni még benni ezt kell, az ő sarsok közül, ott lesz Geezer Butler, Tommy Iommi, és hát Ozzy bácsi. Bill Ward sajnos nem lesz ott a dobok mögött, de ettől függetlenül ez a három arc ott lesz, és nem leszek messze a színpadtól, úgyhogy láthatom őket még utoljára. És Ozzy még jó irányba áll? Tehát még felétek áll? Vagy beforgatják? Hogy van Ozzy van? Hogy... Papa! Jó, nagyon jó, forduljunk meg, mert arra van a tömeg. Tehát még jól áll föl egyébként? Papát csak el kell vinni mindig a színpadig, és amikor megérzi az első lépcsőt a lába alatt, a színpad első lépcsőt, onnantól kezdve megvan. Tehát, hogy nagyon fura az ember, olyan, mintha ez egy másik dimenzió lenne, vagy ilyesmi, mert addig csosszog, és aztán, amikor a színpadhoz ér, az olyan neki, mintha holdra lépne. Ott a gravitáció elkezd csökkenni, és az ember annyira felpörög, annyira durván tolja még mindig, hogy az egyszerűen hihetetlen. Hát, ő egy csoda. Tehát, hogyha azt kellene... Hát csoda, hogy él, kezdjük itt, ugye? Igen, amit elfogyasztott az elmúlt években. Így van. Hát én nem azon csodálkozom, hogy egy olyan hosszú távú projektet nem alakított ki vele a NASA, hogyha a marsi utazásnak a feltételeit keresnék, akkor csak az ő génjeit kellene vizsgálni ahhoz, hogy tudják, hogy ki az az ember, vagy hogy milyen gének kellenek ahhoz, hogy túlél valaki ezt az utazást, hát Ozzynak a génjeire van szükség. Ozzynak és Sernek. Igen, bármilyen besugárzást túlélne a csávó. Igen. Mondja valaki, nem lehet sokáig élni. Alkohollal, nem? Meg, hogy meg egyebek. Meg egyebek kell. Minden mással, hogy ez igen. Hát. Komplett 80-as évek kimaradt neki. De ez 10 év. Hát 10 év kiesett, igen. Így van. És akkor nem csak alkohol volt benne, hanem mindenféle keményebb dolgok is kezdve talán a ízétől, hogy hívjáktól, a parkettragasztót. Az az ember, amit nem próbált ki, az nincs, és túlélte. De nem követendő, példa természetesen. Nem, abszolút. Abszolút nem. Nézzük gyorsan az SMS-eket, mielőtt megmutatnánk, mi történt velünk tegnap. Tegnap nem a 4G-t teszteltétek, hanem a 4-es metró kapacitását. Karesz küldte nekünk. Köszönjük szépen. Pesti út durva köd, látó határ körülbelül 50 méter Gambi. Üzente nekünk. Aztán kíváncsian vártam, jöttök-e időben, vagy késik a metró. Hát időben ott voltunk, minden megállónál pont akkor voltunk, amikor ígérik. Elképesztő. Elképesztő, hogy tényleg, tehát neked is le kellett szállni 9 óra 50-kor a Gellért téren vagy hol, és 9 óra 49 40 másodperc bementünk a Gellért téri megállóba. Belehasítottunk, úgyhogy tényleg hihetetlen. Azt mondja, hogy M0-as M7-es Székesfehérváráig balesetmentes járható, jól járható, néhol köd. Ezt Robi küldte nekünk. Köszönjük szépen. És M581-es Kavicsnál Budapest felé van egy trafi. Na, gyorsan megmutatjuk, mi történt velünk tegnap. Kozsó, ugye hát szenté vált, ketté választotta a Dunát. És halat adott a népnek, és járni tanított halat embereket. Halat adott a népnek, mindent csinált egyszerre. Hová ez az ember? És Mózes is csinálta az Ószövetségben és az Újszövetségben. Hová tart? Jani elolvasott egy sztorit vele kapcsolatosan, ugye tegnap a Hullásajtóban, amit nem olvasunk, megosztottad velünk, hát nagyon vicces. Hát a következő tényleg az lesz, hogy ketté választja majd a Jóisten segítségével a Lupotabot. Igen, de tényleg konkrétan ez lesz, igen. Úgyhogy Kozsóról is beszélgettünk tegnap, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show.
Állítólag azóta a kisfiú már kijárta a közgázt egyébként. És orvosi diplomát is szerzett. Nagyon fejlődik a kis Anyika. Azóta nagyon megindult. Mióta a Kozsó hozzáért. És azóta már a harmadik világban gyógyít képzeltétel elő is. Fogyam este. Nagyon, nagyon szerettük ezt a történetet. Jól van, mi volt tegnap a játékunkkal? Hogy álltunk? Figyeljétek. Nyertünk? Vesztettünk? A zsinórban a harmadik játékomat veszítem el úgy, hogy jó, oké, mondhat bárki bármit rám, nem rajtam múlik. Egyszerűen jó játékosok kerül, vagy fejlődnek. Vagy rászálltak a gyengére, ennyi. Most püfölnek téged. Volt időszak, mikor engem egy percig, nem is izélek, nem is mondok be egy feketet, egy fejlet, se igényet, se nemet, és mégis valahogy, nem tudom. A tegnapi játékosunk is marha jó volt. Nem baj, majd ma javítasz, jó? Majd ma helyrehozod baklövésedet. Helyrehozod azt, amit tegnap elkövettél ellenünk, úgyhogy lehet Janit kihívni játékra. Jó. Ákos jön a legfrissebb hírekkel, meghallgatjuk közben, ha van kedvetek, jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy fantasztikus dal után. Így van. Amit még sosem hallottunk. Mikor volt? Amikor először hallottuk, vagy utoljára? Nem, hogy ez a fantasztikus dal. Ja, 8-es úton köd és a látótávolság 50 méter. Az M7-esen a Körösegyi Völgyhídon, Nagyfőn és a felé részek biciklis. Nem már! Annyira szeretem. Baromi nagy ködücs, hogy mindenki vigyázzon, de felhajtott a Völgyhíd. A Körösegyi Völgyhídon. Hát figyelj, átment. Hát most arra kellett most menni. Most volt a régi 7-es. Lemész, ott a völgybe most végig, inkább egyenesen végig. Kicsit körbenézett ott a Völgyhíd. Szép a kilátás, tekert egyenesen. Vigyázzatok rá. Igen, hát édesem. Hát tegnap estéről maradt, vagy ez új reggeli? Hát szerintem ez ma reggel. Hát vagy praktikus gondolkodás. Ez ma reggel. Mondjuk, de? Hát egyenesen rövidebb, kanyarban meg hosszabb. Igen, csak hogy hétre részek, vagy ez még tegnap esti, vagy ma reggel. Igen, lehet. És hogy honnan, hova tartott? Én bírom az ilyen arcokat. Önjelölt, te őrült. Az. Na, megnézzük, kivel játszunk, mert hogy itt van már is a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt. Hello, sziasztok. Ciao, hello. Hogy hívnak? Andi vagyok, Gyomáról. Andi, hello, Andi, Gyomáról? Igen. Gyomáról. Mit csinálsz ott? Éppen dolgozom már én 6 óra óta. Mit dolgozom? Hát nem tudom, lehet-e mondani, hát ilyen ipari hevedereket. Nyugodtan már. Hát lehet, hogy ipari. Hegymászó köteleket. Aha. Igen, ilyesmi. Ezeket gyártjátok? Igen, ezeket valahogyjuk itten. Ipari hevederek, hegymászó kötelek. Na ez hát jó. Ez jól hangzik. Na, és kivel szeretné játszani? Én a Ferivel szeretnék játszani. Ferivel, jól van. Hát megyeiek vagyunk, egy megye. Így van, én azért szeretném. Nagyon jó. Azért választottam a téged. Jól van, indítjuk az órát, jó, Jani? 3, 2, 1, fire. Andrődi vagy? Az vagyok, igen. Menjünk tovább, rendes leszek. Az vagyok. Uh-huh. Eleken laktam régen. Ott is születtél, Eleki. Így van, persze. Akkor megyei vagy az Gyoma, a lényeg. Így van, és Gyomaendrődön élek 12 éve. Júj, de szép. Tudod, ki a leghíresebb Gyomaendrődi? Persze, hogy tudom. Kicsoda? Hát ő a Kálai. Mi mondom? Kálai Ferenc. Kálai Ferenc. A második... Szobrot neki. Itt van a Szújó Zoli is, Gyomaendrődön. Őt akartam. Szereted a Szújót? Imádom, hát a kedvencem. Persze, aranyos egy fiú. Nagyon, nagyon jó képű, így van. Uh-huh. Hadd kérdezzek, jó? Jó. Mi a kedvenc ételed neked? Paprikás krumpli. Jó, nagyon szeretem én is. Szoktál, főzöl? Főzöl? Persze, én minden nap, páromnak, igen, ketten vagyunk. Ó, ott van. Ó, hát a végén, az utolsó előtti másodperc, a páromnak igen. A páromnak igen. Az 50, nem tudom, 8. másodperc. Úgy. Az elejével nagyon rendesek voltunk, azt elengedtük, azt a félig kijövőt, ugye az 5. másodpercben, és akkor az 59-ben meg kimondott. Szívem. Hát, pedig tényleg jó volt, meg az elejét elnéztük, igen. Andi. De sajnálom, csak a jó régóta szeretnék már játszani veletek. 2 darab másodpercet kellett volna még kibírod.
Ügyes voltál pedig. És meg vagyunk. Igen, 2 másodperc, és tök jó lett volna az egész. Így viszont hát nem tudjuk megadni, mert hogy tényleg az 58. másodpercben. De sajnálom. Volt egy igenet, ráadásul az elején is volt, de eltekintettünk attól, és azt mondtuk, hogy jó, rendben, akkor azt még meg se hallottuk. Viszont más felet már nem tudunk elnézni. Egy felet igen, de más felet nem. Sajnálom. Jó? Hát köszönöm azért, hogy játszhattam. Mi is köszönjük. Köszönöm szépen. Köszi. Ciao. Ne keseredj el azért, hello. Ciao. Persze, életben nem hallgat minket többet. Tekerjétek át a Csaba rádióra. Biztos vagyok benne, hogy igazán megadhatták volna. Hát milyen szemetek ezek. De jó, hogy nem én csináltam ki, hanem Feri. De én legalább kicsináltam. Hát mondjuk ez is igaz. Elvesztettünk egy hallgató, gyerekek. Ebben biztos vagyok, hogy szegény. Hogy őt most de hát ez most nem a mi hibánk, hogy ő az bedurrantottat az utolsó percbe. Én még akartam kérdezni, és ő mondta, hogy hadd kérdezzen, hát kérdezzél. Te most... Én tehetek róla? Dehogy is, hát már... Nem, egy könyörtelen, vagy beledögölted a földbe, ennyi. Hát ez ilyen. Kinyírtam, kicsináltam. Kinyírtad, kicsináltad, én biztos leszem volna nyerni, de hát te ilyen vagy. Hát, most ez nem csinál. Ennyi kell a pont, hát ennyi, valakinek vissza kell hozni azt, amit egyesek elbuknak. Muszáj melózni, igen. Jó. Ja, rám mutat? De hát nem vagy jó statisztikából, nem. Most nem állsz. Nem vagyok jó. De majd szépítesz. 6-oson Szekszárdról kifelé jövet Pest irányában, az M9-es körforgalomnál kint van a 3 lábú, M9-es teljes szakasza tiszta, csak nagy a köd, ezt Gáborka küldte nekünk. 5 perc a 7 óra, Ákos újra jön, elmondja a híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ködös, hűvös a reggel, de hát október van. Úgyhogy erre fel kell készülni, ez már egy állandó reggeli állapot lesz, amikor is ugye kicsit ködös, ónos eső, kötszitálás, és egyre hűvösebb. Hétvégén már csak... Sőt, mondd, hogy jó lesz, mondd, hogy egy picit jó lesz. Nem tudom, 12 fok és szakadó esőt. Nekem az iPhone-om szörnyű dolgokat jelent. Hát nem tudom, hogy ez mennyire realitás, de pont ránéztem most itt a hírek alatt, és meg is akadt rajta a szemem. Nézzétek meg, hogy nektek mit jelez. Nekem vasárnap, nem 12 a sok, kevés, tehát nekem vasárnapra 15 fokot jelez, és szakadó esőt. Tök jó. Úgyhogy a szombat az egy fokkal több, 16. De hát, viszont jégeső. Viszont jégeső, ónos köcitálás, és heves záporzivatarra. Meglátjuk, minden esetre most egyelőre hűvös van. Úgyhogy tessék jól fölöltözni. Ez Justin Timberlake, Michael Jackson dal volt? Igen? Ja. Külön-külön mindketten jobbak ennél a dalnál. Nem? Ez így van, ugye? Hogy ez nem biztos, hogy ezt meg kellett volna nekik lépni. Hát tudom, hogy Michael Jackson halála után jött ez a dal. Justin talált egy felvételt, hogy még hozzáénekelt, hát és nem akkor kiegészítették. Nem véletlen, hogy ez a Jacko dal annak idén fiókban maradt. Tehát, hogy a mest is valószínűleg úgy gondolta, hogy futottak még kategóriában. Hallós srácok, van C oldal, mert ez az. Nincs, csak B. Igen, hát, akkor maradjon. Ez nagyon jó, csak... Jó, csak úgy reggelre, hogy az ember azt hinné, hogy ennél egy kicsit pörgősebb. Ugyanakkor meg, hogyha belegondolsz, akkor sok aktuális popszámnál meg jobb. Csak jó, a mesterezik. Ő nem ennyit tud. Ugye Jacko levegőt vesz, és egy levegőt vételében több izgalom van, mint rengeteg popstar egész pályafutása alatt az összes elkövetett dalban. Tehát keresztbe teszi a kezét, fordul egyet, és izgalmasabbnak tűnik a bali. Letáncolta, és a teljes... És tényleg izgalmasabb, mint valaki 40 év alatt, amit csinál. Szóval, hogy én Justin is nagyon szeretem, szerintem nagyon tehetséges. Csak... Csak igen, ez hát, kettőjük dala, ez nem sikerült annyira pörgősen. Nem lehet mindenki Michael Jackson vagy Hathaway. Hát egy okos Hathaway, hát ne viccelj. Nem mondj ilyeneket, mert beteszi. Ja tényleg, figyelj. Ne, hallottál, biztos. Figyelj, mondj egy másik nevet. Nem szúrsz ki, lehet 7:30 után egy jó Hathaway. Nem is veled, velem szúr ki. Egy jó number 5. Nem, nagyon azt nem. Number 5. Lubega. Akit már Németország is letagad. Ha szóval róla, hogy ő német. Azt hiszem, hogy egyébként német. Ő német, és megdöbbentő volt. Teljes képzavar. De mindegy. Amit nem vársz, hogy ő német legyen, nem? Basszus, mit láttam valamelyik nap? Most nem biztos, lehet, hogy csak a lemosta a felső rétegeket, az eső, vagy a szél, vagy nem tudom mi, de lesz DJ Bobo valamikor. Ne viccelj, hát nem maradtál róla, volt. Volt, persze. Akkor
mondja mindenségit neki, hogy de nem voltam nem ott az első hát sor. Beviszünk. Hát mert után. Ja. De az a durva, hogy nálam felmerült a barátaimmal, hogy menjünk el. Csak aztán nem tudom, mi volt. Nem mentünk. Csinálnám. Micsoda? És kihagytátok. Hát nem, valami nem jutottunk el. DJ Bobo? Hát az a legnagyobb király. Egy jó, egy DJ Bobo, egy jó meet and greet party. Na jó, most főúztál, fél nyolc után megkapott. Köszönöm. Na jó. Most köszönöm a magyarországi DJ Bobo Fan Club nevében. Ezt olyan? Most akkor fél nyolckor olyat kapsz, hogy bepisílsz a gyönyörűségtől. Nem mondom el mire. Annyit, hogy DJ Bobo. Húrá. Több is van, úgyhogy több is van. Úgyhogy tud lenni. Tud lenni DJ Bobo. Volt már, itt volt. Egy-két hete, három hete volt? Igen. A parkban. Úgyhogy lemaradtál róla. Nem tudsz már DJ Bobokot, de minden ide jön. Tessék? Nyilván csurik telt ház. Így, ahogy mondod, egy csomó olyan sztár volt, akik nálunk is régebben sztárok voltak, és ő. A retro nagyon megy. Hát most a magyar retro is, a külföldi retro is, baromira megy. Úgyhogy DJ Bobo ott volt, mint a 7-8 ezer ember ott volt, és táncoltak. Úgyhogy hát, ha ezt előtt tudom, akkor tényleg elgondolkodtam volna, hogy mibe investáljak inkább, a Szabádba vagy Bobóba. Jó, hát más a kettő nem szabad összehasonlítani. Nem szabad. Na, azt mondja, hogy nézzük az SMS-eket, mert sok van. Békésebb a full köd Marci üzente nekünk. Köszönjük, Marci. Jani, vasárnap ott leszel a maratonon? Ott leszek, szurkolom. Néző. Nem, én csíra vagyok én még a maratonhoz, úgyhogy, de az Áron futni fog. Az Áron ugye teljesíti az első maratonját, arra van kihegyezve ugye a formája. 7 hónap alatt jutott el ideig, gyakorlatilag nulláról, meg a 120, én nem tudom hány kilóról. Nem volt 120. 130. De ránézés volt. Jó, ezt én. Te is le tudnád már futni, csak nincs elég önbizalmad. Én ezt már évek óta mondom neked, hogy tökölsz itt 3 kilométerekkel, meg 6-okkal, meg 20-akkal, meg nem tudom, bőven le tudnád futni, mert bőven, csak nem mersz odállni, mert nem az élet kemény, hanem. Te vagy csicska. Ez is jó. Szerintem ilyen pólót csináltassál, hogy nem azért, én vagyok csicska, nem futok. A 20-at is úgy futod le, hogy meg se kotja. Simán le tudnád már. Mindenki azt mondja, hogy körülötted, aki fut, hogy gyere már, fuss már le, esd már túl rajta. Már 30 éve tologatott már előtt ezt a maratont. Már mindenki lefutott ezt a maratont, aki 3 hónapja még nem is futott. 30 éve futsz, úgy futod le 20-at, mint a 20-at, simán le tudtad futni. Neked az önbizalmad nincs meg, hogy odálljál ahhoz. Mert azt gondolnád, hogy nem tudnád lefutni közé, simán lefutnád. Állóképességed is van, futsz is, ilyen 3-akkal, 6-okkal, meg ilyen félmaratokonokkal, bohockodsz, simán. Tényleg, élennék az edződ, odaállítanálak. Rámadnád a pólót. Nem az élet kemény, te vagy csicska, fuss. Akarom a félelőt a rajtig, és amikor rajtod, ellövik ugye rajtod, a izé, startpisztolyjal, felirat felvillad, és már elkezdem üldözni hátulra. Ki a csicska, az annyi kis köcsön. Egyéni csúcsot. Szerveggyőződésem tényleg, hogy simán le tudnád futni ezt a dolgot. Minden fejben dől el. Minden fejben dől el, tehát 20-akat fut. Még soha nem futottak maratonon. És tudom, hogy a 20 és a 40 között még baromi sok van, sok. De azt is tudom, hogy sokkal inkább az önképed és az önbizalmad miatt nem állsz te oda lefutni, nem azért, mert fizikailag nem vagy rá alkalmas. Hát megvan a kondid, évek óta futsz. Simán le tudnád. Azt szokták mondani, hogy tök igaz, hogy egy maraton az nem kétfél maraton. Tehát, hogy... Nyilván ez így van, persze, de most kicsit hát ott ezekbe kapaszkodsz, ezekben a hülye mondatokban. Igen, hát hülye. Hogy nem kétfél, tényleg nem az. Na, és akkor mi van? Tanulni, aki legény, éjjel legyen regény, nappal is. Igen, ilyenekben. Egész az egyesültem Na, mindegy. Szóval nekem ez a véleményem róla, tudod, hogy nem az élet kemény. A 10-es út Solymártól elesett haladás lépésben puttána küldte nekünk. Jardok mérnek a 6-os főútól Szekszárd előtt az M9-re vezető körforgalomnál. A Pécs felől érkezőket fotózzák. Ezt Gábor küldte nekünk. Lébénytől Győrig körülbelül 50 méterre látótávolság. Patrik üzeni, hogy mindenki menjen óvatosan, mert ott se lehet túl jól látni. 8-as úton szintén nagyon rosszul lehet haladni, és az M7-esen a Körösegyi Völgyhídon már leszették a bringást. Nincs ott, kiment a yard, és elvitték. Ez a szerencse. Elvitték, úgyhogy ez megoldódott. Kíváncsi lennék, hogy amikor odaértne le a yard, akkor mi volt az embernek az első kérdése? Ez nem az északi part. Megnéztem ezt a Matt Damon filmet, a Marsit, és Ja, olvastam könyvben, szerintem könyvben jobb. Az mindig úgy van, hogy amit előbb csinálsz. Tehát ha olvasod a könyvet, akkor nem. A könyve jobb, ha nézed a filmet, akkor meg a film. Megnéztük Vikivel, könyvben szerintem jobb, én elolvastam, de nagyon szórakoztató. Jó, Ridley Scott utóbbi évek megint akarja megnézni majd nejemmel. És volt egy cikk, talán az Origon, hogy hány
helyszínt ismerhetsz föl, amit Magyarországon forgattak. Mert ugye az összes külső sivatag jelenetet talán Jordániában, nem tudom, hol forgatták, de a belsőt az filmstúdióban. Viszont van egy csomó külső jelenet, amit ugye itt forgattak Magyarországon. És rengeteget forgattak a Bálnában, látszik a Lágymányosi, látszik a Duna, egy csomó minden látszik. Érdemes megnézni a filmet, és utána megnézni ezt a cikket, ahol leírja, hogy hány helyet tudsz fölismerni. A NASA bejárata, az például a Korda filmstúdiónak az eleje, csak még digitálisan odaraktak két ilyen félfelhőkarcolónyi kis épületet. A Bálnában belül, kívül, a Bálna elejéről, alulról, mindenhonnan nagyon sokat forgattak. Például a vezérlő központban, a NASA vezérlő központjában egy kicsi szőke ponton, ott ül Orosz Lánszonyja, és ő az egyik, hát magyar statisztákkal töltötték föl, ott ül Orosz Lánszonyja, és végig elemzik az egész filmet, baromi jó a cikk, majd lehet, hogy Facebookra föl tudjuk tenni, megtalálom, hogy hány magyar szereplő, hány magyar színész, hány magyar statiszta forgatott a filmen, és milyen helyszíneket lehet felismerni egyébként. Amit nem ismersz föl a filmem, viszont látod, hogy amikor neked leírják, vagy kimerevítik a képet, akkor tényleg megismered, hogy úristen, ott a Duna, ott a Lágymányosi, a Bálnából vettek, a NASA központja a Bálnából. Látod, ennyire menő. Ott tartották a NASA sajtótájékoztatóit, azt mindig a Bálnában tartották. És Orosz Lánszonyja adott rögzít. Orosz Lánszonyja talán a felszállás pályának a nem tudom milyen vertikális biztos kiszámolója, ül balra egy szőke hajú nő, nem veszed észre a filmen. És leírja végig a cikk. Más ilyen nagy felismerések nincsen, mint hogy egy Szabó Győző harákolva elrobogózik keresztbe a képernyőben. Harákolva? Ne, az nincs, de például Jeff Daniels játsza a NASA igazgatóját, és sajtótájékoztatót tart talán Washingtonban, amikor elmondják, hogy ugye hát az egyik emberük a Marson maradt. És ugye Matt Damonról beszélnek. És Németh Kristóf feltesz egy kérdést. És kiderül, én se tudtam, hogy azt például a Bálnában rögzítették. És baromi jó úgy megnézni egy filmet, vagy a film után elolvasni ezt a cikket, hogy hány magyar helyszín volt, és hány magyar helyszínen forgatták ezt a filmet, és nyilatkozott, nem tudom, a producer, hogy ez baromi drága lett volna, ha ezt megépítik. És ehelyett viszont nagyon szép magyar helyszíneket, találtak. Ez azért nagyon jó, mert ugye azért volt egy ilyen időszak, amikor Magyarországra azért jöttek forgatni, mert volt egy csomó olyan épület, meg olyan helyszín, ami leginkább a múlt századra emlékeztetett, és nem pedig a jelenkorra. És azért ez egy előremutató film, tehát hogy azért itt egyfajta technikai fejlettséget fel kell mutatni ahhoz, hogy kompatibilis legyen a filmnek a témájával. Gondolkodjunk csak vissza, annak idén például volt a Menekülés a Győzelembe című film, amit a régi, hát most már eldozerolták, ugye az MTK pályán forgattak le, azért, mert egész Európában nem találtak még egy olyan pályát, ami úgy néz ki, mint a 30-as években. És az abban, hogy ezt még használták. És akkor használták. Még akkor pálya volt. Igen, Amerikában van olyan, hogy elmész, mint a New Yorkba, és akkor elmondják, hogy itt forgatták ezt a filmet, ott forgatták azt a filmet, be tudsz fizetni ilyen filmes idegenvezetésre. Tehát leraknak a Times Square-en, és akkor azt mondják, hogy na itt forgatták a Tom Cruise-nak mondjuk a Égbolt című film egyik jelenetét, amikor ugye kihaltak az utcák. De most már Magyarországon is lehetne, mert például a Művészetek Palotája, majd nézd meg ebben a filmben, a Marsiban, nagyon jó, egy mentőexpedíció, ez a magyar címe. A Művészetek Palotája az a Kínai Népköztársaság űrhivatala. Mondjuk ez nem egy nagy dicséret. És úgy alakítják át, hogy ülsz a moziban, és nem jössz rá, hogy a műpát látod. Remélem, hogy a Kőbányai útra vitték ki. Elolvastam a cikket, és vertem a fejem, hogy egy ilyen vagyok, ezt vettem észre. Mert hát ugye az ázsiai szuperhatalom, a Kínai Népköztársaság segít be a filmben, hogy ki tudjanak lőni egy űrhajót, de hát nem akarom elmondani azoknak, akik nem látták. És a villózó fények az oldalán, azok megvan? Nem, teljesen más olyan statiszták vannak előtte, közelről mutatják, tehát nem mondod meg egyébként így elsőre, hogy ez a műpa. És azt írja a cikk, nagyon érdekes, hogy a Csepeli hév is jól látható módon elzakatolnak. Tehát a Csepeli hév is elzakatol a háttérben, amikor a Kínai űrhivatal egyik jelenetét forgatták, felbukkan a Csepeli hév. Tehát, hogy ilyen szinten vagyunk ott, a Mars című filmben. Ami azért nagy szó, hogy tényleg például a Korda stúdiót se ismered meg, tehát olyan trükköket vetnek be, és annyira átalakítják az egészet, hogy zseniális. Leraktak a Korda stúdió elé, az a NASA központja, ahova megy be, amit a Jeff Daniels sajtótájékoztatót tartani, és digitálisan beraktak két ilyen kis, hát nem is tudom mit, egy ilyen kis fél, itt mutatom, közben megérkezett, két ilyen kis
kettévágott bálnát. Aha. Tehát olyan, mint a kettévágták volna a bálnát. De az itt ott megy be, de a bálnában van a maga izéte. Maga a bálnában van, és kívülről is még arra is figyeltek, hogy a bálnát vágták ketté, berakták ugye digitálisan a trükköt, és közben a Korda filmstúdiónak az elejét vették föl. Tehát mindent eltakarítottak, egyébként nem volt semmi arra utaló jel, hát hogy a Cseperi Hév nem tudom, hogy tudatosan maradt-e benne azért az... lehetne jegyzetelni a filmet. És ott ilyen cengkerekkel elmennek a Spáros-szatyorra. A bálnában nem volt kint plakát, hogy csütörtökön 7 órától Ákos dedikálja még egyszer cím. Kisebb megillett a... nagyon sok minden volt. Tehát hány filmet forgattak már itt Magyarországon? Persze, hát, zseniálisak voltak. Ugye, rengeteg Eddie Murphy filmet, Arnold Schwarzenegger filmet forgattak már itt. Tehát ide is el lehetne már vinni turistákat, nem? Hát akik de nem már... ismered föl akkor ezek de, szerint. De én tudok olyat mondani, ami hosszú éveken keresztül dolgoztam az Omigon, az Országos Műszaki és Információs Központ könyvtárában. Ez a Múzeum utcában van, régi Károlyi kúria, Múzeum utca 17, és ez egy régi, ugye ilyen klasszikus stílusban épült palota, és a hal, az gyönyörű, szép ilyen faragott, fa oszlopos, feljárós, tényleg csodálatosan nézett ki, és akkor ezt megláttam például az Underworld című vámpíros filmben, azért az vicces volt, hogy tudtam, hogy éppen hogy ott, nekem ott volt a portás, ott volt a ruhatár, itt kellett fölmenni a könyvraktárhoz, tudod, és akkor így megláttad, és csak éppen keresztből kapcsol, éppen vámpírok jöttek, tudod. És hát kicsit más. Vicces, tehát amikor felismersz tényleg ilyen konkrét helyszíneket. Én egy időben nem tudtam, hogy büszke legyek erre, vagy pedig cikinek tartsam azt, hogy mondjuk én, amit kellemetlenek tartottam, meg amit mind a mai napig nehezen emésztek meg, amikor vagy mondjuk egy másik európai városnak állítják be Budapestet, csak azt mondják, hogy ez 2013 Berlin. Tudod, azt kell, mert hogy miért nem azt mondják, hogy Budapest. Igen. De ugyanakkor meg vannak tök jó utalgatások is. Most a Bosszúálló 2-ben láttam például, hogy amikor két fős beszélget egymást, az egyik azt mondja, hogy figyelj, emlékszel rá, hogy azért ez egy kicsit durvább volt, mint Budapesten. Értem, Budapesten, tudod, hogy így, aztán lehet, hogy a szinkron az, ami belerakja ezeket a kis utalgatásokat. Az lehet, azt nem tudom. Minden eset ezeket így jó. Jó látni. De érdemes megnézni tényleg a stáblistát, mert nagyon sok magyar dolgozott ezen a produkción, és meglátod a neveket a végén, és sorolják, és tényleg rengetegen vannak benne. Na, azt mondja, hogy egy érdekes cikkre bukkantunk, ami azt boncolgatja, mert hogy nem ezzel akarunk mi azért végig foglalkozni, hogy a katonák mit hordhatnak és mit nem hordhatnak, írott és íratlan szabályokat mutat be, hogy mit vehetnek fel a katonák, mit lehet nekik hordani és mit nem. Ez a Magyar Honvédség öltözködési szabályzatának szokatlan passzusait elemezgeti. És a dolog érdekes, mert hogy rengeteg mindent ír le, például azt, hogy nem lehet fagylaltal a kezükben sétálgatni a katonáknak, hordhatnak vagy nem hordhatnak esernyőt a katonák, ha pedig sapkát kell hordaniuk, akkor milyen sapkát kell hordani. Mondjuk az esernyőt nem teljesen értem, hogy ezt miért kell szabályzatba tenni, hogy járhat vagy nem járhat katona esernyőben. Ha nézel ezt a három képet, határozottan hülyén néznek ki katonáink fagyival a kezükben, és egy ilyen kockás esernyővel is. Ha szerintem ne hordjon esernyőt. Hát a ne katona, ilyen terepszínűt hordjon. Vagy terepszínűt hordjon, meg egyébként hol hord a katona esernyőt, mikor itt sétálgat a városban? Igen, de ugyanakkor ezeken a képeken gyakorlóban vannak a katonák, nem jellemző, hogy ebben mászkálnak utcán, ez nem egy kimenő öltözet. A kimenőhöz meg nem vehetnek fel mondjuk egy esernyőt? Igen, nem, hát nem vehetnek egy zöldet, esernyőt. Egy kekit? Hát de hülyén is néznek ki ezzel. Egy keresztetett karddal? Legyünk őszintén. Miért ne? Igen. Ez egy 2005-ben kiadott szabályzás, ami elmondja, hogy milyen hajviseletet hordhatsz, milyen bajusz és szakálhosszod lehet. Tehát mindent szabályoz. Valamit arról, hogy lehet-e karikagyűrűd, pecsétgyűrűd, tehát egész egyszerűen mindent megmondanak. Orpiercinget. Orpiercinget, nyelvpiercinget, igen. Milyen ékszert lehet hordanod az egyenruhához. És hát ugye az egyenruha szellemiségéhez kell neked alkalmazkodni, vagyis nem hordhatsz oda nem illő fülbevalót, vagy olyat, ami hátráltat téged a munkavégzésben. Ezek egyébként szerintem nem rosszak, mert ne hordjon esernyőt, meg tényleg nem biztos, hogy jó, ha egy katona fagyizik. Legalábbis hülyén néz ki. De nyalókázni nyalókázhat? Mindenképpen. Matta szukrosszak? Kakas nyalókát. De csak és kizárólag piros kakas nyalókát. Nem, rakéta nyalókát. Passzoljon a hivatása. Igen, és fagyizni nem fagyizhat, de egy kalippót elnyalhat azért. Kezi csokon, kérnék szépen egy kalasnyikov nyalókát és egy szkádot. Megvan a piros kakas nyalók a gyerekkorodban? Az íze rettenetes volt, de valahogy működött. Szörnyű volt, színezékből és cukorból állt. Na mindegy, ne kanyarodjunk el a témánktól. Ez nekünk csak témaindító, mert amivel mi akarunk foglalkozni az, hogy nyilván rengeteg olyan hallgatónk van, akinek a munkahelyén
szabályozzák azt, hogy mibe öltözködjön. Ugye? Bankokban, hivatalokban, különböző közintézményekben megmondják neked, hogy mibe kell járni. És lehet most egy kicsit nekünk panaszkodni, hogy ki mit utál a legjobban, amit előírnak neki, hogy szoknya csak a térd alá érhet. A szoknya meddig érhet, hogy mit kell betűrni a pasiknak, miért kell betűrve hordani, meddig kell felhúzni a nadrágot, a nőknek nyáron is harisnyában kell ülni. Szoknya tényleg csak térd alá. Tehát a ti munkahelyeteken mit szabnak meg? Mi a kötelező viselet? Mit utáltok a legjobban? Hál' Isten, nekünk ilyen nincs. Nincsen. Szörnyű lenne, hogy ha megszabnál. A rádióban. Hát igen, itt ezért. Szövet nadrág, sötét kék szövet nadrág. Zakó. Zakó és pamut zokni. Mondjuk a pamut zoknival jól kiszúrnának vele, Gyani, akkor az egész zoknitárodat le kéne cserélni. Vicces, teljesen egy. Bali, van egy pamut zokni, nálam csak műszál van. Nekem olyan műszálasok a zokni, hogy egy hét alatt annyira feltöltődnek, hogy pénteken már felrántják magukra a cipőt. Sétálsz 5 métert, és szikrázik a lábad. Ja, így van, tűzveszélyes, én nem sétálgathatok cipő nélkül. Igazából gumicsizma nélkül. Igazából benzinkútra sem mehetsz be nagyon, tehát. Ki van írva, hogy át vagy húzva, vagy vedd le. Figyelj, túl közel jössz hozzá, mehetsz megint fodrászhoz, mert ugyanígy a feltöltele. Igen. Igen, pedig azért előírhatnánk nálunk is, például a Szandi csak spandexbe. Hogy mi is a Szandi csak? Csak Szandi, például csak biciklis nadrágba jöhetne be. Ja, Szandi, most értem, Szandára gondoltam. Nem. A Szandit már eltette, már nagyon esik. Ilyenkor már nem loptam, mert már nem menő. Igen, be akarod vezetni a kötelező Szandá használatot? Mire gondolsz? Ja, hogy mit lehetne bevezetni, hogy ott nálunk a csajok mibe járják? Igen. Aha. Hát ezeknek a csajoknak tök mindegy. Ja. Ilyen örömmel fognak jönni hozzánk. Tisztelt a kivételnek. Hát most persze, nagyon sok kivétel van. Hát most ide vagy oda sorolod magad, persze. Szóval, drága hallgatók, írjátok meg, mit utáltok a legjobban? Én például szegény banki alkalmazottakat baromitra tudom sajnálni, amikor bemész nyáron, és látod ezeket a fura, én nem is tudom, milyen blúzokat, ezekbe fehér a blúz. Szoknyákba a szegényeknek, 30 fokba betűrve a pasiknak, ezek a rossz minőségű, ilyen szinte nejloningek. Egyébként. Az nekem bejön. Jó, nem, a szandázok nem bejön. Nem most, még azért nem te vagy fűztem rá, hogy a fehér inges hölgyek, nem a műszálas, ja. A műszálas, nem, az nem annyira. Kötelező nyakkendő viselet például, és látod, hogy szenved benne, izzad, de egész egyszerűen nem veheti le, mert nem, hát nem engedi meg a munkahelye. Nem? Harisnyanadrág. Harisnyanadrág például a bankban úgy, hogy nem is látod a lábát, mert mondjuk ő a pénztáros, és az üvegablak mögött ül. Csak érzed. Hát de az nagyon, igen, és ő is szegény. Nem, nagyon, ez egy szörnyű kellemetlen viselet lehet, meg nem praktikus. Igen. Szóval vannak rossz viseletek. Úgyhogy írjátok meg nekünk, jó, hogy mit kell, ne olyat, hogy idegesítő, hogy itt a börtönben mindig ugyanazt kell hordanom. Hát, abszolút nem tudok egyedül öltözködni, mert mindenki ugyanúgy öltözködik. Mi az, amit ti a legjobban utáltok a munkahelyen, és a főnök valamiért kötelezővé teszi? Nyilván rengeteg ilyen munkahely van. Jó? Mit dobnátok el a legszívesebben? Írjátok meg nekünk. Mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ha valaki Jóven bácsival játszana, akkor írjon nekünk szintén SMS-t, mert egy SMS-ben lehet jelentkezni a játékra. Mi pedig jövünk a hírek után. Csak neked, szeretettel! Hát, köszönöm szépen, a vége, na, most! Headbanger! Ugye? Hát, valaki igazi minőséget akart, az most megkaphat. Beszéltünk kora reggel, hogy itt jár DJ Bobo, és megértem Jannynak, hogy jól van, na, akkor 7:30 után megkapod. Nehogy már nem jó írja Marcs. Jani ott dobálja magát a kávégép mellett. Vicceltek. Puszi Marcs. Katyát kell váltanom. Jó kis DJ Bobo. Na, azt mondja, hogy ugye arról beszélgettünk, hogy egy öltözködési kódexben bepillantást nyerhettünk abba, hogy mit lehet a katonáknak és mit nem, mit viselhetnek, milyen kiegészítőket viselhetnek, mit hordhatnak, fagyizhatnak, nem fagyizhatnak, járkálhatnak-e esernyővel vagy nem, és lehet-e rajtuk fülbevaló, avagy sem. És azt kezdtük boncolgatni még a hírek előtt, hogy nyilván minden munkahelynek, vagy sok munkahelynek
sok munkahelyen előírják, hogy a kedves dolgozók mégis miben jelenjenek meg, és biztos baromi sokan utálják az országban azt, amit a munkáltató kötelezővé tesz, hogy ezt kell hordani. Pénzügyi cég call centerében cica nadrág megengedett volt, de a szoknya nem lehetett rövidebb, mint tért felett 5 centi. Őszi időben vettem fel cica nadrágra egy rövidebb szoknyát. A szoknyát levetették. Okos. A legrosszabb munkahelyem egy telefonos szolgáltatónál volt, ott kaptunk 2 darab egyennadrágot, télen-nyáron hosszú farmer, 2 darab inget, ezeknek a kihordás ideje 2 év, de utána se kaptunk másikat. Zárcipő, a konkurens szolgáltatóinak színei nem jelenhettek meg rajtunk, például piros hajgumi, rózsaszín körömlak, és a legjobb 10 órán keresztül álltunk, és nem ülhettünk le ebédelni, és így ettünk. Nem minden az, aminek látszik. Hát szép igen. Napot, így egy hallgatom. Ezt a színt, azt én megértem. Nem, hogy nem hozott be a másiknak a színét. De hajgumit fölveszel, nem tudom, egy piros hajgumit, mert igen. Te nem tudom, hol dolgozol, vagy egy kéket, vagy egy nem tudom, bármit, hát azért az elég fura, nem? Hogy azért, mert akkor miért eszembe jut róla a konkurencia? És átmegyek oda gyorsan. Meg akkor átböngészed egyébként azokat a termékeket, amiket ti gyártotok, meg ők gyártanak, és hogy nehogy véletlen azokat a színeket visel. Gondolom leírják, tudod, hogy mit nem lehet. Most mondjuk, mi gyártjuk sárgát, a narancsit, igen, a zöldet, akkor jó, akkor szokba mehetek. Ez ma itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Attila vagyok. Attila, ciao. Na, te jártál egyszer Bernie Eccleston jachtján, vagy hát majdnem ott jártál, ugye? Majdnem jártam jacht közelébe, igen. Azt kell tudni, hogy furgonnal jártuk Európát, de szó szerint. És hát igyekezett az ember praktikusan öltözni, amikor 3-4 napon keresztül úton vagy. Meg fölkészülve arra, hogy nagyisten valami probléma van, tehát egy olyan ruházat is legyen rajtad nyáron, hogy minden rajtad legyen. Tehát az irataid, a pénzed, minden zsebedbe. És egy ilyen sok zsebes katonai terepszínű rövid nadrág volt a kedvencem utazáskor. Amikor olyan helyen kellett megjelenni, természetesen előtte átköltöztem meg, hát... Bocsánat, csak beszéljünk Bernie jachtjáról, jó? Mert hogy azért telefonáltad. Hús kellett szállítanod a jachtjára? Igen, azt kellett volna nekem, mivel ugye az én autóm volt a legújabb, és hát hogy megjelenés, meg stb. És hát indulás előtt egy nappal, tehát meg is volt szervezve, már a kedvesemmel is megbeszéltem, hogy hát leszaladunk. Hát azt hiszem valamelyik horvát kikötőben, nem emlékszem pontosan, és akkor a kedvesemet is elviszem, mert ez egy 24 órás út lett volna elvileg. És az indulás előtt egy nappal a főnököm átadta az autómat egy másik kollégának, hogy inkább ő menjen, mert hát ezt így nem lehet kimondva, de valószínűleg azért, mert őt jobb öltözetnek találta. De mi, hogy egyébként hosszú hajjal vagy térnadrágban Bernie jachtjára nem lehet húst szállítani? Tehát azt is megmondták, hogy milyen ruhában kell a húszszállítónak föllépni a ruhára, vagy a jachtra? Nem tudom, szerintem a főnököm spirálta túl a dolgot, mint utólag kiderült. A kolléga látta Bernie-t, de hát a jachtól, mit tudom én, 50 méterre, 100 méterre állt meg, tehát semmi bonyolult nem volt a dologban. Jött 2 ember, másfél percet kipakolta a holmit, fölvitték a hajóra is. Ja, tehát ő föl sem mehetett a hajóra. Nem. Akkor ilyen alapot is elvihetted volna. Azt hittem, hogy a ruházatod alapján nem engedtek be. És mi, páros Debrecenit kellett vinni neki, vagy? Bár úgy lett volna, hogy megéri ismeri a magyar konyhát, de Bécsből vitték a húskészítményt. Tehát onnan mentek a hol. Bőrni tudja, hogy honnan kell. Honnan kell azért a húskészítményt rendelni. Attila, köszi, hogy elmondtad, ciao. Én köszönöm, sziasztok. Hello. Itt van Edina, hello Edina, jó reggel. Sziasztok, Edina vagyok, Csömörről. Edina, hello. Szia. Na, én a 8. kerületben dolgoztam egy fogászaton, fogászati asszisztens vagyok, aztán 2013-ban betette a kaput az a főnöknőm, aki éppen az utolsó volt, azzal, hogy nem lehetett akármilyen színű ruhát viselni a hétköznapokban. Tehát nem odabent volt egy egyenruhánk, amit át kellett vennünk, de a hétköznapokban, vagy például egy csapatépítő tréningen nem lehetett akármilyen színűt, kiírta előre, hogy X napon csapatépítő tréning lesz, és tilos felvenni lilát, citromsárgát, meg szürkét. Mivel indokolta?
mert utálta azt a színt. A lilát hát az különösen. A lilát az különösen utálta. Amikor rajtam lila cucc volt, akkor szólt. Amikor reggel véletlenül hajnali hatkor lila gumit tettem a hajamba, egyébként tobban járok, meg ugye rendesen felkötöm a hajam, hogy ugye ne lógjon bele a betegeknek a szemébe, akkor az egyik doktornő közölte, mielőtt behivatott a főnöknő, hogy cseréljen már ki a gumit, mert nagyon-nagyon utálja. Úgyhogy be kellett mennem az öltözőbe, kicserélnem a gumit, és úgy mehettem be a főnököz raportra. Amikor bementem állásinterjúra, akkor természetesen csinosan fel voltam öltözve, tehát az alkalomhoz illően, tehát nem vagyok egy olyan ember. De ilyen farmer, ilyen sportosan, tornacipő, de azért, amikor alkalom van, tudom, hogy mit kell fölvenni. Természetesen csinosan felöltöztem, bementem, fel is vettek, de utána aztán amikor dolgozni mentem a elkövetkezendő hetekben, akkor hát így mondom, sportosan. Úgyhogy előbb-utóbb ez így feltűnt. Abba is beleszólt, hogy hétköznap? Tehát pont amit mondasz, hogy miben menjek be a munkahelyemre, ő azt mondta, hogy ez nem csajos, és hozzájuk csak olyan asszisztensnők járnak, akik ilyen, tehát magas sarkú, tehát hogy öltöz, vegyen fel azt a ritmust, Nő volt. Egyébként ilyen hashajtó tablettákat szedett. Hogy jó sovány legyen, hogy pocakjenet, tehát baromira adott így a külsejére, meg minden, és iszonyú snob volt, tehát elképesztő módon. Úgyhogy mondom, hát ennyi volt. Tehát én nem voltam el, egy évig szívták a vérem, és azt mondtam, hogy úgyhogy át is nyergeltem így az egészből, és a családi nap közén van. Borzalmas volt. Igen, ez fura, mert miben legyél a munkahelyen, az oké, de hogy miben járjál, a magánéletedben mit viseljél, az azért nem nagyon szoktam beleszólni. Igen, a hajam például, hogy miért mindig így szobba van, hogy ezt túlságosan, mit tudom én, és hogy úgy tupírozzam föl, tehát menjek el fodrászhoz, és csináltassak magamnak valami nőies, olyat, ami oda illik, tehát egy asszisztensnek. Mindig azt szokta utálni, ha a másik nő kihívóban öltözik, vagy csinosabb, vagy jól néz ki, ő pedig pont ezt várta, hogy magas sarkú, kicsit csajosabban, igen, még szexibben, tehát ezt a nők általában utálni szokták, ha... Nem, ő egész egyszerűen így, mivel ő ilyen volt, és így, ja, és hát csak nem most, én nem tudom, mert fogalmam sincs így az üzleteket, hát tudom, persze van Zara, meg mit, bocsánat, nem a reklámhelye, de ő tuti egy üzletből öltözött, ahol az a kék, a fehér, meg a piros a szín, talán ti jobban tudjátok, igen. Így beugrik. Igen. Minden cucca neki is, és a férjének is onnan volt. Tehát csak onnan öltözködtek, úgyhogy abszolút a sznobizmusról. Na, hát elég volt, úgyhogy 2013-ban mondtam, hogy akkor innen tiplik, mert ennyi elég volt. Ezt megértjük. Egyébként nem lehetett könnyű. Edina, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Köszi szépen, sziasztok. Hello. Mondjuk én is nehezményezném, hogyha az AP valamelyik reggel megállítod, és azt mondani, hogy János, ez a haj olyan lélektelen, olyan nyers, olyan durva. Tedd meg légy szíves, hogy lenövezted. Na, szia, szép napra. Igen, 3000 forintos munkavédelmi cipőnapi 12 órában. A cipő egy hét után olyan büdös, hogy a dorogi égetőbe se lehetne elpusztítani. Zoli a kutas küldte nekünk. Munkainkön 40 fokban is odakint fekete ruha kötelező, ha nem tetszik, el lehet menni, ezt mondta a főnök. 20 évvel ezelőtt tanuló voltam élelmiszerboltban, és kötelező volt csipkeszalagot hordani a hajunkon. Rettenetesen utáltam. Rita küldte nekünk. Masszőr vagyok, fehér ruhában és köpenyben kell járnom, a 185-ös magasságommal és a 120 kilommal olyan vagyok, mint egy elcseszett hentes. Benzinkúton dolgoztam, kötelező acélbetétes munkavédelmi cipő, hosszú nadrág, gagyi műszálas lógos póló alá, ami alá még egy pamut pólót is kellett, hogy vegyél. 40 fokban több vizet vesztettem, mint egy Forma 1-es sofőr. Ezt Benny küldte nekünk. Gyógyszertárban dolgozom, kötelező a fehér köpeny, fehér nadrág, amit a legjobban utálok, hogy ezek alá venni kell kék aláöltözetet, ami rettenetesen kényelmetlen. Adri küldte nekünk. A Mekiben a pasinak nem lehet még borostájuk sem, nemhogy szakálluk. Tényleg? Ezt nem tudtam. Na, ezt most nézni fogom. Még sokat nem járok, de nem lehet borostás egy pasi? Hát, belehullik az arcőre a pigmekbe? Mondjuk annak örülök, ha nem. Hajnál nem hullik. Hát nem akarok sok arcőt megenni. Az igen, ez még fura lenne. Tudod. És fityulába. De ezt most figyelni fogom, ezt nem tudtam. Se barkó, se szakál, se borosta, semmi. Csak frissen borotváva pasi. Ezért nincs ott egy ilyen rock and roll art se. Hihetetlen, hogy mindenhol ezt keresett. Na, megnézzük, majd ezt figyelni fogom. Autóalkatrész kiszállító cégnél dolgozom, télen-nyáron hosszú farmer, amin két helyen szerepel rajta a nevem, hogy Roli, csúcs nagyon. Ezt Roli küldte nekünk. Tehát ráírják, hogy Roli, hogy rajta van a neve? Igen. Tényleg? És úgy kell menni, hogy saját nevedet hordod magadon.
Na, az kemény. Na jó van. Köszönjük az SMS-eket, játszunk, már itt is van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló! Sziasztok! Orsi, jó reggelt! Hello. Nektek is jó reggelt, nagyon királyak vagytok. Minden reggelt titeket hallgatunk, és annyit rögünk, hogy már fáj a hasunk tényleg. De helyes vagy. Orsikám, bele is vágunk, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Jó? Oké, de ne legyen ám nehéz. Nem lesz nehéz. Ez egy rajzfilm sorozat, amit ki kell találni, jó? Figyelj! Ó, Isten, oksi! Mutatjuk! Ez a Simpson család! Azt hiszem már! Ügyes vagy! Hát még most... Itt van! Ez a kedvencem, nagyon jó! Simpson család, amerikai rajzfilm sorozat, így van! De ügyi vagy! Mondtam, hogy könnyűt adjátok, és könnyűt is adtatok. Hát ennél azért nem adhattuk volna szinte könnyebbet. Lehet. Ügyi vagy, megvan az ajándékcsomag. Jaj, de jó, szuperek vagytok. Küldjük neked, jó? Oké, köszönöm. Sziasztok. Szép napot. Ciao, hello. Mondjuk visszatérve egy fél mondat elejéig még az előző témára. Én azért bírnám, hogy ilyen ez az amerikai benzinkutas vagy szerelő stílus, ez nálunk is megjelen, hogy mind a háromnak lenne egy kis egyenkalvágy, és akkor így felenél, hogy Feri, Sorry. Jani, igen én. Így a szemednek, igen. M5-ös Pestfeli az M0-ástól áll, 10 percenként 5 métert halad, ezt Krisztián küldte nekünk. Köszönjük szépen. 5 perc múlva 8 óra, jövünk Ákos hírei után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek! Itt vagyunk, és folytatjuk, hűvös van, és köd sok helyen, úgyhogy vigyázom mindenki magára, és a másikra, mert rengeteg. Rengetegen írjátok, hogy baleset van, és nagyon nagy köd van az országban. Úgyhogy tényleg mindenki vigyázom. Gyorsan egy-két friss közlekedési hír, mielőtt folytatnánk. Az M5-ös befelé elesett, az M0-ás után van a baleset, teljes út zár, most jöttem ott kifelé, ezt Gyugyó küldte nekünk. Igen, írja egy hallgató, hogy az M5-ös bevezető az Osannál üres, Szeged felől egy autó se jön, furcsa, üres a bevezető a város felé. Hát ennek ez az oka, hogy teljes út zár van, úgyhogy ezt próbáljátok kerülni. A bevásárló központnál egészen pontosan két kamion karambolozott, tűzoltók, mentők már a helyszínen, és totális a káosz, úgyhogy az M5-ös befelé elesett. Árpád híd Pest felé két autó koccant a szélsősávban, ezt Gerda küldte nekünk, tehát pillanatokon belül elesik az Árpád híd is, aztán a 11-es főút befelé Békásmegyertől lépésben halad, ezt Timi küldte nekünk. 10-es, 11-es, csak a szokásos, úgy néz ki. Igen, hát elindult a reggel. Aztán a 15-ös kilométernél van a baleset az M5-ösem, kapjuk folyamatosan az információt, úgyhogy az előtt kell még lemennetek, ha szeretnétek kerülni. Debrecenben mindenki vonuljon fedezékbe, mert a hugom ma kezdett el forgalomba vezetni. Ezt Szandi. Szandi küldte nekünk. Hello fiúk, nagyon szeretném nektek megköszönni a csodálatos telefont, hihetetlen élmény volt élőben hallgatni titeket a metrón. Örökre emlékezni fogok október 5-ére. Üdvözlöm Jani Macsekját, Miklóst, ezt Zoli küldte nekünk, ugye ő volt a tippelős játékunk egyik nyertese, aki nyert egy telefont. Átadom neki, jól fogás mindenki. A kis macskádnak? Persze, a kis Miklósnak. Mi lehet most vele? Összekuporodva hever. Két és fél kiló túlsúllyal a testé. És véletlenül sem gondol rád. Nekik van a legjobb dolgunk a világ. Na, én egyébként sokszor érillem őket. Tényleg? Kicsit összekucorodik a radiátoron. Na, gyerek, állat, és azt gondolt, hogy mi baja van, mit tud ő a világról, nem? Tök jól érzi magát. Enni, igen, ha megkapja a kis kaját, az ételét, így talált, akkor abszolút jól áll van, és hogy valahogyan sokkal egyszerűbbnek tűnik az ő
létük, létezésük és minden, nem? Ráadásul az emberi létezés sokkal bonyolultabb. Az összes dolgot, tehát hogy oda megy az ajtóhoz, addig nyalog, amíg ki nem engedett, oda megy a kajástához, addig nyalog, amíg enni kap, aztán megkeresi a lakásban a legmelegebb, legpuhább, legkényelmesebb helyet, mert ez hihetetlen érzékük van. A macskáknak a legjobb dolgok a világon, a hajógazdihoz kerülnek persze. A jó csicskához. Hát igen, a macska az. A macska más, mint a kutya, igen. Nem is olyan szeretem őket, de hát nyilván sokan. Pápa Veszprém között ismét remekül lehet haladni. A Bakony ma reggel is csodás, a nyolcason már remekül lehet menni, átadva Herentől a négy sáv. Aki dugóba került, jöjjön erre, itt már soha nincs. Ezt Gég és Pista küldte. Hát ne, rendes vagy Pista, csak pápáról. Igen. Aki nem arra jár, az hiába. Brutálisan hosszú ideig föl volt úrva a nyolcas. Azt most akkor megcsinálták meg, is? Igen, kész a négy sáv. Lehet igen? menni. Nagyon régen nem jártam arra, mert mindig nagy dugó volt. Na! Azt nézem, hogy van-e még valami. Itt! Ja, nem. Hey! Nem, ezt az M5-ös balesetet akartam kibogozni, de aztán közben rájöttem, hogy mindent elmondtunk ezzel kapcsolatban. Mit mond a sark ebben a reklámban, hogy találd meg a legközelebb internetet? Vagy azt nem is értem. A Kata van egy reklámon, a sarka Kata. Nálunk. Igen. Keresd meg a legközelebb interneten. Keresd meg a hozzád legközelebb eső interneten. Valami ilyesmit mond. Van a... Mit, őt keressem? Nem, mindegy, egy terméket nem is ez a lényeg, csak hogy van egy mondat. Furán megfogalmazva. Igen, hogy a hozzád legközelebb álló, vagy a keresd meg a hozzád legközelebb eső internetet. Valami ilyen mondat van. Meglepődtem. De legalább csinos. Igen, csak ez egy rádió reklám, ahol... Mi meg elnézzük, hogy... Na! Novák Adrást hívjuk pillanatokon belül az ország egyik száguldó riporterét, aki hát már családos ember, mégis baromi veszélyes helyeken forgat állandóan. Tudja, hogy az a gyerek, vagy valami oka van ennek, hogy ez a bandéz nem tud a seggén ülni otthon. Igen, és ő bárhol van, mindig nagyon izgalmas riportokat készít, és jól is beszél, és jól adja át, hogy miről forgatott. És ugye most talán a legaktuálisabb dolog, nyilván, ami Európát érinti, az a menekült kérdés. András pedig azt mondta, hogy oké, akkor járjunk egy kicsit utána annak, hogy hogy működik maga az ember csempészet, hol indítják útnak ezeket a hajókat a menekültekkel, hát a hajóknak nem is lehet őket hívni, inkább csónakokat, hol indítják őknek, hol szállnak partot, kik indítják őket, hogy dolgoznak az ember csempészek. Erről ugye kevesebbet tudunk, mert hogy azt látjuk, hogy mennyien érkeznek az országhatárhoz, mennyien akarnak rajtunk keresztül tovább menni. Hogy rajtunk is keresztül menni, ugye, Németországba. Viszont az embercsempészekről kevesebbet tudunk, hogy hogy dolgoznak, mind dolgoznak, mennyit kérnek pontosan, hány embert ültetnek be ilyen lélekvesztőbe, mit mondanak azoknak, akiket beültetnek ezekbe a kis csónakokba, és mi van akkor, ha például egészen máshol kötnek ki ezek a szerencsétlen sorsú emberek, mint amit ígérnek nekik, ugye? Mert hogy ilyet is hallasz azért. Hogy itt beültetik, azt mondják, arra evezzél, ott van majd Görögország, és egészen máshova érkeznek. Hát igen, picit olyan a rendszerük, legalábbis, hogy kívülről néz az ember, meg amit mi tudunk róla, hogy kicsit úgy működik, mint ez a drogfutár rendszer, hogy van valaki, aki kiadja a melót a futárnak, a futár vállalja a legnagyobb kockázatot, mert hogy ő az, akit elkaphatnak, ő az, akit bevarhatnak akár évekre is, de a hasznot, az igazi lóvét, azt a maga a szervező fölözi le. És itt ezeknél az embercsempészeknél is így megy nagyjából. Kiadják a munkát, valamennyi pénzért, ami jó pénz nyilván, nem, de az igazi haszon az az ő zsebükbe, az ő zsebükbe kerül, és egészen durva összegérhetett. És aki lefölözi a nagy pénzt, az sose ül a csónakban. Igen. Ugye? Tehát nyilván nem ül a csónakban. Nem bírsz, nem kísérsz, nem segítesz. Na, itt van velünk Novák Adás, hello András, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Te már itthon? Vagy igen, mi külföldön? Igen, tegnap este hazajöttem, szóval elég volt egy hét látni a török partoknál, meg a görög partoknál, hogy hogyan zajlik ez. Egy idő után tényleg besokal az ember, amikor már ennyi menekültet, ennyi szenvedést, ennyi gyereket, csecsemőt, szóval tudjátok, ez olyan érzés, hogy nagyon jó hazajönni egy jó pár nap után. Egy hetet forgatták int? Igen, úgy indultunk, hogy a török partok, megnézni, hogy Törökországból hogyan érkeznek a menekültek, ott hogyan kerülnek kapcsolatba az embercsempészekkel, hogyan üzletelnek velük, utána hogyan jutnak át. Mi is átmentünk természetesen Görögországban. Nekem ugye sokkal könnyebb dolgom volt, mert van útlevelem, felültünk egy kompra, és 40 perc múlva már ott voltam. Ezzel szemben ők meg 3-4-5 órát sodródnak, éjszaka,
a hideg vizen, 3-4 méteres hullámok, szóval ők sokkal nehezebb helyzetben vannak, és de elmentünk több görög szigetre is megnézni, hogy amikor megérkeznek a menekültek, akkor mi történik velük. Tehát nem csak az embercsempészekről forgattál, hanem az útvonalat forgattad végig, hogy kerülnek át Európába, mennyi pénzt kérnek ezért, és mi történik velük utána Európában, például Görögországban. Hát rettentő érdekes, én azt gondolom, hogy itt a kulcsa az egésznek, hogy Törökország az egy nagyon nagy gyűjtőhely lett. Ugye az összes többi ország, és Görögországtól kezdve, ugye erről beszélgettünk múltkor, hogy Görögország, Macedónia, Szerbia, Horvátország, Magyarország, Ausztria, ez mind csak egy átmenő forgalom. De igazából Törökország a kulcs, ugye az a gyűjtőhely, ahol összejön ez az ember mennyiség, hát napi 2-3-4-5 ezer emberről beszélünk, amelyik folyamatosan mozgásban van, és ugye, tehát nem arról van szó, hogy egy csoportot forgat le, akármikor, akármelyik ponton beléig botlasz, mindig új emberek érkeznek, mert akivel forgattál tegnap itt, az már tovább ment, már 500 kilométerrel, 100 kilométerrel, 50 kilométerrel már előrébb van az ő szemszögükből tekintve. Napi 5000 embert említettél, hogy ennyien érkeznek a török partokhoz? Igen, ugye sokan kérdezik, hogy vajon, illetve sokan arra tippelnek, akár itthon is, meg ugye az Európai Unió is arra számít, hogy majd a tél megállítja őket. Én nem gondolnám, hogy ez így lenne. Először is most még ugye nincs tél, és azt mondják nagyon sokan, és ez jelenti a török menekültáborokat, vagy jelenti az ázsiaiakat, rengeteg ázsiai érkezik. Most egyébként ez most feltűnő volt, ugye mindig a szíriaiakról beszélünk, és tényleg sok családdal találkoztam, nagyon sokan jönnek Pakisztánból, Afganisztánból, Bangladesből, hogy na akkor még tél előtt, tehát december előtt nekiállni, átmenni Európába, és akkor meg lehet úszni ezt a dolgot. Hogy néz ki maga a fuvar? Tehát áll 5000 ember a parton. Egy ilyen üzlet, az hogy kötetik meg? Hogy emberek vannak, embercsempészek, hogy egy táblával állnak a kezükbe, hogy gyertek hozzám, 30 embert elviszek, adjátok oda a pénzt, 30 emberenként beültetik őket egy ilyen lélekvesztőbe. Hogy az 4-5 ezer ember naponta, hát ott brutális káosz lehet. Hogy kerülnek ezek az emberek hajóba? Igen. Az 5000 ember, vagy mondjuk 3000 ember, tehát ez teljesen változó. Volt olyan nap, hogy 10 000 érkezett egy nap, de volt, hogy csak 1000-1500. Tehát ez teljesen változó. Hát ezt úgy képzeld el, hogy a Törökország nyugati partja azért az elég hosszú, tehát az több száz kilométeres, és az abban lévő kis városokba érkeznek a távolsági buszok. Ugye akik Ázsiából jönnek, tehát mondjuk Pakisztánból, azok átszöknek az iráni határon, felülnek egy olyan távolsági buszra, mint ami itt is van Magyarországon, hogy mondjuk Győrből elmész mondjuk Debrecenbe, és ez a távolsági busz 3 óránként megáll, leszállnak, stb. Utána tovább mennek, és eljutnak Törökország nyugati határához, és megérkeznek mondjuk Izmirbe, Bodrumba, stb. És akkor ezek a csoportok, ugye ezek ilyen baráti társaságok, rokonság, stb. Családok, vagy ugyanez a helyzet a szíriai határtól. Tehát óriási határa van Törökországnak Szíriával, van egy iraki határ, és van egy iráni határ. Ez a felvevő rész. Ugye a törökök nem állítják meg ezt a bejövő ember mennyiséget, vagy azért, mert nem tudják, vagy azért, mert nem akarják, ugye sose fogják az igazságot elmondani, hogy hát gondolj bele, hogy az elmúlt fél évben 500 000 embert átengedtek csont nélkül. Mondjuk náluk van elég menekült a menekült táborokban. Le a kalappal a törökök előtt, valóban így gondolom, hogy le a kalappal előttük, hogy 1,5-2 millió menekültetők minden nap ellátnak, pénzt adnak nekik, enni adnak nekik, a szíriai menekültek gyerekeit iskolába járatják, igaz török iskolába, de foglalkoznak velük. Tehát hihetetlen, hogy ez az egy ország, tehát Törökországról beszélünk, amelyik egy 90 milliós ország, 1,5 millió menekültet kezel, ehhez képest Európa arányaiban mondom 500 000 ember, tehát 500 millióan vagyunk Európában, és nem tudunk kezelni most 400 ezer ember. Tehát valóban, de most visszatérve a török határon, tehát átjön ennyi ember, megérkezik Nyugat-Törökországba, és mindenhol állnak a pusztályudvaron, a parkolókban, stb., és már mennek is oda hozzájuk az embercsempészek, szájról szájra terjed, hogy mikor, hol, kit kell megkeresni. Ahmed elvisz mondjuk az Izmir melletti öbölbe, este 10-kor legyetek ott, oda mennek, átadják a fejenként 1000-1500 dollárt, rosszabb esetben 1000-1500 eurót, kapnak egy gumicsónakot, nem mennek velük az embercsempészek, a gumicsónak hátuljára rászerelnek egy motort, azt mondják, van benne elég benzin, hogy eljussatok a görög partig, és sokszor láttam bizony félúton kifogy a benzin, és nekik kell az utolsó 3-4 kilométert végig evezni úgy, hogy egy mondjuk 10 személyes csónakban, 30-40-en összezsúfolva, mentőmellényben, csecsemőkkel, gyerekekkel, újszülöttek, ez a szörnyű, tehát ami a tengeren zajlik, hát nem véletlenül van az, hogy most már több mint 1500-an fulladtak meg egy olyan 8 kilométeres úton, aminek egyébként nem szabadna megtörténni, és mind a török hatóságok, mind a görög hatóságok tulajdonképpen tétlenül nézik. A görögök annyit tehetnek, hogy az összes parti őrség hajót
hajóját kivezénylik, és akkor látnak egy ilyen hajót, akkor felszedik őket és behozzák őket Görögországba. De olyat nem is láttál egyébként, hogy a hatóságok megpróbálják már a parton kiszűrni ezeket az embercsempészeket? Nincsenek is hatóságok. Tehát akkora mennyiségű ember, tehát olyan létszámról van szó, hát ez olyan volt, mint amikor voltam most a horvát-szerb határon. Tehát annyi mennyiségű emberről van szó, tehát olyan sokan vannak, hogy minden sarkon áll két rendőr, na de hát ehhez képest létszámban arányaiban sokkal igen, most ott van 20-30 ezer ember szétszórodva, között ott van 100-200 ember a hatóságtól, hát nem tudnak mit csinálni. Tehát nem, mindenki csak tétlenül nézi, persze. És ugye és ez a legnagyobb veszélye a történetnek, hogy mikor lesz vége, hogyan lehet vége, hogyan lehet megállítani, mert nem tudsz valahova egy határt húzni, mert ha valahol felhúzol egy határt, egy kerítést, egy falat, stb., ott hirtelen pár nap alatt olyan mennyiségű ember gyülemlik fel, hogy utána az már egy kezelhetetlen szituáció. Ezért csinálja minden ország azt, hogy minél gyorsabban tovább tolja, mert lásd, Magyarországon ugye megállítottuk őket egy napra, két napra, felgyűlt hirtelen 18 ezer ember. Csak jelzem, hogy Magyarországon a kerítés túloldalán 3000 rendőr meg katona állt, tehát már ők majdnem 6-7-szer többen voltak, mint a teljes kivezényelt magyar mondjuk rendőrség és fegyveres alakulat, és gyorsan találtak maguknak egy utat, illetve a szerbek is segítettek valószínűleg a horvátokon keresztül, hogy el tudjanak menni. Tehát egyik országnak sem érdeke, hogy feltartóztassa őket, mert olyan mennyiségű emberről van szó. Hát igen, közben pedig már lehet olvasni, hogy a Merkel is azért szépen hátrákért, súlyos népszerűség vesztése járt neki, igen, és most már 800 ezeren vagy 1 millióan vannak bent, és hát konkrétan a szociális rendszer össze fog omlani erre. Most már rájöttek a németek is, hogy kénytelenek lesznek valamit és csinálni, mert ez a dolog ezen fenntartható így hosszú távon, hogy bárkit befogadnak. Mondjuk azt mondtad, András, hogy a szervek és a horvátok segítettek nekik, hát azért valójában őszintén ez nem segítség volt, hanem ők is meg akartak szabadulni tőlük minél előbb. Tehát, hogy ez a segítség talán nem a legmegfelelőbb szó ebben. Igen, jó, akkor mondjuk azt, hogy irányított. Őket, hogy erre tessék tovább haladni, ebbe az irányba van a először erre van a magyar határ, erre pedig a horvát határ. Csak már nekünk ilyen foglalkozunk vele. Mennyit kérnek az embercsempészek? Milyen árak vannak? Tehát egy család megérkezik a török partokhoz, Izmirbe, ugye ott át kell kelni az Égei-tengeri részén. Mit mondanak? Hogy mennyi? 1000 euró? 2000 euró? Mennyit kérnek családonként? Van minimum és maximum ára. A pekesebbek azok kifizetik cson nélkül az 1500 eurót, nem tudnak mit csinálni. Tehát menni akarnak. Tudják, hogy ezen a 8 kilométeren múlik. Ha ezt a 8 kilométert vagy 10 kilométert megteszik, és a görög partoknál kikötnek, és ott felmásznak a partra, akkor ők már az Európai Unióban vannak. Ez egy olyan vonzó ajánlat, hogy erre bizony kifizetik ezt a rengeteg pénzt, ugye ez olyan nagyjából 300-400 ezer forint. Aztán van olyan, hogy olyan sokan érkeznek, vagy az embercsempészeknek megesik rajtuk a szívük, vagy nem tudom, vagy újak érkeznek, hogy 3-400 euróért is elviszik őket. Ugye ez már sokkal kevesebb, ez 100-150 ezer forint, de nem elviszik őket, hanem ezért a pénzért megengedik, hogy beüljenek egy gumicsónakba, ezért a pénzért kapnak egy mentőmellényt. Na jó, de egy négytagú családnál azért ez már 5-6 ezer dollár vagy 5-6 ezer euróról beszélünk, tehát hihetetlen nagy pénz. Tehát ez 1,5 millió forint egy 10 kilométeres útért, amit maguknak kell megtenni, tehát embercsempész nem ül a csónakban. Tehát felrakják a motort a hajóra, és azok arra vannak a fények, menjetek arra, átértek Görögországba. Ez pontosan így van, ugye 10 kilométer Bodrumból, Izmirből tökéletesen látszanak a szemben lévő Lesbos, Lerossziget, Kossziget, ott van, nagyon egyszerű egyébként az útvonalon, ott van három hajó, amelyik éppen közlekedik, ugye a menetrend szerinti kompok, hajók, abba sába induljatok el. A partoknál nincs is nagy probléma, de amint kimennek is egy 5-6-800 méterrel beljebb, már nagyon kemény, 4-5-6 méteres hullámok vannak, ugye most már jön a hidegebb idő, a víz sem meleg, tehát 18-19 fokos, tehát nagyon, nagyon kemény helyzetben vannak, és nagyon sokszor kifogy a benzin, tehát ennyi, és evezhetnek. Olyan nincs is, hogy az embercsempészeknek mondjuk hát nyilván nincs szívük, de hogyha ott áll egy család, és azt mondják, hogy van 2000 eurónk összesen, de négyen vagyunk, akkor mit mondanak? Hogy akkor te nem ülsz be a csónakba? Akkor de ők ott elveszik, maradnak? Minden pénzüket elveszik, és beengedik. De nem, igen, én is ezt a szót használtam, hogy megesik rajtuk, azt inkább elveszik tőlük. Igen, ezt ez a lehúznak mindenkit, amennyire csak lehet. Rengeteg olyan ázsiaival találkoztam, egy afgán fiú volt, nagyon megesett rajta a szívem, én nagyon-nagyon sajnáltam. Ő amikor megérkezett a török partokhoz, akkor fogyott el az összes pénze, és amikor megkérdeztem, hogy mi az ő története, mondta, hogy ő az afgán-pakisztáni határ mellől jött, és a talibánok, illetve a tálibok folyamatosan fenyegetésben tartják a palut, azt mondta, csak az ő
környékükön naponta 10-20 embert ölnek meg, óriási a vérengzés. Egyszerűen van egy harmadikos és egy ötödikes kislánya, őket próbálja eltartani, ezért jön Európába, de nincs pénze. Egy hete itt vár Törökországban, de miután nincs pénze, őt már nem viszik el Görögországba, és fogalma sincs, hogy mi lesz vele. És amikor az interjú készült, el is sírta magát, szóval szörnyű volt látni, hogy mi történt. Most például Indiából vagy Pakisztánban miért jönnek? Azt én nem értem. Hát azért az ember a háborús övezetből menekül, mint Szíria, oké, érthető, nyilván látjuk, hogy mi történik ott jelen pillanatban. De hát Pakisztán, India, azt mondtad, hogy onnan is jönnek, hát azért az nem egyértelmű. Bangladesh, Afganisztán. Ugye Afganisztán az egy speciális kérdés, mert elméletileg béke van, ugye onnan már kivonulóban vannak a nemzetközi csapatok, az amerikaiak, ugye mi is most már kifelé jövünk Afganisztánba, tehát azt lehet mondani, hogy stabilizálódott a helyzet, de azért Afganisztánban átlagosan naponta 100 gyilkosság történik. Itt a hadurak, a helyi urak, a mostani kormány, a kettő közötti konfliktusok, és ugye ott AK-val oldják meg a nézeteltéréseket, tehát ha nem tetszik, hogy kire szavazol, akkor lelövik, tehát, és ezelől nagyon sokan menekülnek. Pakisztán, India, Banglades érthetetlen, hogy miért jönnek. Ez a szóbeszéd, ugye hallották, hogy ő egy szegény családból származik, egyébként eddig rizs termelt, mondok egy példát, és akkor fú, figyeld, a németek befogadnak minket, ugye ők is látják a képeket, hogy hallják, hogy Rajidot már befogadta a német kormány, kap havonta 600 eurót, melegételt, szállást kapott, munkát keresnek. És akkor ő is elindult. Hát akkor ők ezek az úgynevezett gazdasági menekülők. Rajidnak van, a Rajid rokonságában vannak 72-en, majd azok közül elindulnak 7-en, az ő hetüknek meg már megint 72-en vannak a rokonságban. Atyaisten, mi lesz itt? Tehát ez ugye hatványozottan fog növekedni a számuk, és ez folyamatosan így van. Tehát én azért mondtam, hogy nem lehet látni, hogy hol a vége, és nem csökkent. Tehát azért, mert jön a tél, vagy jön a hideg, nem csökkent a számuk. Hát igen, sok helyen hallhattuk, hogy talán majd a hideg az lehet, hogy megállítja őket, vagy lesz egy kicsi szünet, de hát akkor úgy néz ki, hogy nem. Arról hallottál valamilyen információt, vagy tudtál arról forgatni, hogy a jelenlegi például orosz bombázások Szíriában azok még nagyobb tömegeket indítanak el? Mert ugye most például azt hallani, hogy az amerikaiak is sajnos civil célpontokat lőnek, tudatosan vagy nem tudatosan, sose fog kiderülni. Az oroszok is ugye most legkevésbé az iszlám államot bombázzák, és rengeteg civil hal meg, hogy emiatt még nagyobb tömeg kell útra? Hát szörnyű volt, ezt én is megkérdeztem a szíriaiaktól, és azt mondták, hogy nem segített a menekült válságban az, hogy az oroszok elkezdtek bombázni. Tehát még egy agresszor megjelenése, és most akár hívhatjuk békecsinálóknak is az oroszokat, de nem úgy sült el. Tehát az első két-három bomba találat már egyértelműen nem az ISIS-t, és nem az iszlám állam állásait lőtték. Tehát innentől kezdve, és ugye ez az információ futótűzként terjed, hogy a békés városokat, vagy mondjuk azt, hogy demokratikus ellenzéket, ugye ezt azért idézőjelben mondom, tehát mondjuk Assad ellenzékét bombázzák, és ez futótűzként terjed ez az információ, és abban a percben, ahol mondjuk azokban a több tucat városban élt most mondjuk 1-200 000 ember, annak csak a 10%-a dönt úgy, na akkor én csomagolok, mert lehet, hogy minket bombáznak az oroszok, az is 8-10-20 000 ember, tehát... Szóval összefoglalva, valóban nem segítette az ügyet az, hogy az oroszok így bombáznak, és ezeket a területeket bombázzák. Hát igen, és nincs megoldás. Tehát egyre nagyobb tömegről hall az ember, amit te is mondasz, egyre többen jönnek. Európa itt áll, még mindig ugye tulajdonképpen megoldás nélkül, tétlenül. Most már ugye a németek is azt mondják, hogy jaj, talán hiba volt ennyi embert beengedni, nem látszik az egységes megoldás, közben pedig ez a tömeg feltartóztathatatlanul áramlik Európa igen. felé. Szóval, hogy én nem is tudom, hogy mi lesz itt egy év múlva, két év múlva, öt év múlva. Hát igen, igen, tehát nem az a létszáma sok, akik most bent vannak, mert ezt el lehetne osztani akár kvótarendszerben, akár kezelni ezt a szituációt. Ugye kanadaiak beígérték, hogy befogadnak 90 000 szíriait, az amerikaiak felemelték a kvótát. Én ezt a kvótarendszert se értem egyébként, tehát ide jönnek például menekültek. Azt mondják nekik, hogy mi befogadhatunk x ezret, maradj itt, hiszen ez a kvótarendszer. Majd azt mondja, hogy nem maradok itt, én el akarok menni Németországba. Hogy tartod itt a kvótarendszer alapján? Tehát be kell fogadni x mennyiséget, de nem akar itt maradni, mert például Németországba akar elmenni. Nem tudod itt tartani, nem? Tehát nem reális. Ráadásul a kvótarendszer alapján, mint a 100-150 000-ről beszélünk, itt pedig már 500 000-es, 1 000 000-s tömeget kell valahogy elosztani. Tehát, hogy igen, egyetértek. Valószínűleg hát ez a fajta egységes Európai Uniós határozottság, illetve zsarolási módszer, ha tetszik, hogy itt maradt az Európai Unióban, akkor elfogadod a lengyel, a szlovákat, cseh, a magyar befogadási rendszert, és ott maradsz, ha nem, akkor
repülőre teszünk, és vagy vonatra teszünk, és irány vissza az az ország, ahonnan jöttél. Tehát ez egy módszer lehet, de ez most már az itt lévőkkel, az itt lévőknek a kezelése, de szerintem még mindig sokkal nagyobb probléma, amit most már ugye, ahogy ti is mondjátok, a németek elkezdték pedzegetni, és nem is az a probléma, hogy akik most itt vannak, már nem tudják befogadni a németeket, hanem az a nagyon pozitív üzenet, az a fajta kommunikálás a németek részéről, ami 2-3 hónappal emlékeztek rá, hogy Merkel, mint egy jótevő mutatkozott meg a televízióban, az olyan tömegeket mozdított meg a Közel-Keleten és Ázsiában, hogy annak látjuk most a idézőjelben negatív hatását, hogy ekkora hatalmas mennyiségű tömeg indult el, mert ugye azt látták, hogy Európa befogadja őket, és ugye most itt állunk az előtt, hogy nem is tudunk falat húzni, nem is tudunk kerítést építeni, mert nem tudsz hova, hiszen azonnal elgyűlenik hatalmas mennyiségű ember. Tehát én sem látom a megoldást. Ugye nagyon sokat beszélgettek, és mindenki megkérdezi, mi van a gazdag arab országokkal, és ez mindig nagy kérdés, hogy Bahrein, Katár, Omán, Szaúd-Arábia miért nem fogadja be ezeket az embereket. Ez mindig is érdekelt, és ahogy kérdezgettem a szíriaiakat és azokat az arabokat, akik jöttek, egyszerűen meg vannak fenyegetve. Tehát megmondták ezek az országok, hogy ott olyan határőrizeti rendszer van, hogy beléjük lőnek. Tehát ott nincs mese. Tehát lelőnik a sivatagba úgy, ahogy van, ha valaki megpróbál ezekbe az országokba bemenni, akkor ott azonnali tűzparancs van, nem kérdés, oda nem mehet. Na jó, igen, de persze csak ez nem válasz arra, hogy ők miért nem fogadják be, hát ez az ő reakciójuk arra, hogy oda mennének az emberek. És mondjuk Bahrein vagy Katar esetében, mert úgy viszonylag kis lélekszámú, kis, még területileg is kis országokról van szó, ott még talán valamennyire értető, de Szaúd-Arábia. Hát, ott azért férnének annyian, mint a törököknél. Igen, a szaudiak nem írták alá a menekültekről szóló ENSZ alapokmányt, tehát ők ezzel nem is foglalkoznak, ők nem is az egész jogi rendszerükben nem is létezik az, hogy menekült, őnáluk ugye vendégmunkások vannak, rengeteg srilankai, bangladesi, pakisztáni, indiai vendégmunkás van, akik idézőjelben ébérért a napi 24 órából 12 órát dolgozva, a havi 30 napot, kapnak érte 6-700 dollárt havonta, abból a nagy részét hazaküldik, eltartanak egy 10-20 fős családot, és erre azt mondja Szaúd-Arábia, hogy akkor én nézzétek meg, itt dolgozik nálam 800 000, másfél millió vendégmunkás, idézőjelben menekült, akiket én a harmadik világbeli országból befogadtam, mi már megtettük a kötelességünket. Talán ezzel a legjobb, ezzel a mondattal szerelik le a nyugati kritikákat. Meg azzal, hogy pénzzel támogatják mondjuk a törökországi menekültáboroknak a fenntartását. Ez viszont így van, valóban sok pénzt küldenek a törököknek, és hát azért van itt egy pár ország, akit meg kell említeni, hogy rettentő sokat tesznek. Ez pedig Libanon, Jordánia és Törökország. Tényleg ebben a három országban összesen 3,5-4 millió menekült lakik menekültáborokban. Nem azt mondom, hogy jó körülmények között, de élhető körülmények között. András, köszönjük, hogy elmondtad ezeket. Megnézzük majd, hogy mit forgattál. Köszönjük szépen, csütörtök este. Köszönöm szépen, csütörtök este ATV világkiradó. Jó, ha tudjátok, akkor nézzétek meg. Köszi, ciao, köszönjük szépen. Novák Andrással beszélgettünk. Köszönjük szépen, ciao, hello. Hát, ez kemény. Kemény. Hát nálunk okosabb emberek sem tudják a megoldást erre a problémára. Nem. Közben ugye hallott, hogy az amerikaiak kórházakat bombáznak. Tehát tényleg nem érti az ember, hogy mi történik itt. Nem? És tudták, hogy ez egy kórház, de közel lebombázzák, az oroszok is amit csinálnak. Tehát szerintem senki nem tudja, hogy mi folyik itt valójában. 8:30 pontosan 4 perccel. A hármasugrás beugrott, mutatjuk majd a hírek után. Friss közlekedési híreket pedig várunk. Csak gyorsan egy információ. Többen kérdezitek, hogy mi a helyzet az M5-ösön. 10 perc állunk az 51-esen. Ezt Jani kérdezi. Egyelőre azt látjuk, hogy megindult a forgalom az M5-ösen egy sávon, két kamion ütközött, ráfutásos baleset van, reméljük a sofőr megúszta, minden esetre állítólagosan lehet haladni. Hát úgyhogy egy sávon, az lassú lesz. Lassú lesz, de egy sávon az M5-ösön már megindult a forgalom a város felé, úgyhogy kitartás mindenkinek, aki ott áll. Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 múlt pontosan. Egy perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Király Viktor. Király Viktor, így van. Vajon most mit csinálhat Viktor? Én nagyon remélem, hogy egy vegászi luxus apartmanban éppen most friss articsókát és kókuszte és kuszkuszt eszik tájlányok hasáról, mert tudjátok, megérdemli, ez a srác megérdemli. Nagyon szép képet festettél le, a barátnője is örül ennek. Ja, most barátnője? Nem? Tudjuk, nem most szakított éppen. Nem most szakított a barátnőjével? Most volt a cikk, hogy szakított a barátnője, most éppen nincs barátnője. Legalábbis ezt olvastam. Aha, akkor most négy tájlányt neki. Így van, négy tájlányt. Négy tájkókusztejes muszkuszt kérek szépen.
Nagy baleset a Nagy Lajos király útja előtt, méghozzá 150-es szám előtt egy autó kidöntött egy villanyoszlopot, a rendőrség lezárta az utat az Őrsvezér tér felé, óriási a torlódás. Kecskemét, Békés Csaba között a 41-es úton köt, 100 méteres látótávolság, erős forgalom, ezt Andy küldte nekünk. Hajdúböszörményben trafi, ezüst kombiból mérnek, ezt Ati küldte nekünk. Aztán igen, Timi is elküldte, hogy a Nagy Lajos Bosnyák térnél hatalmas baleset, mindenki kerülje. Kakasnál mérik a Szekszárd irányába haladó forgalom sebességét a 6-os főúton, és lassan, de halad a forgalom az M5-ösön. Állítólag egy sávon már megnyitották a forgalmat, viszont az 5-ös főút bevezetője is elpusztult. A sok Klassz FM hallgató erre kerül. Írja valaki, hát igen, ezt mi bemondtuk, hogy az M5-ös kerüljétek, de már állítólag megindult a forgalom, úgyhogy lehet haladni. Lehet haladni, és minden rendben, csak szépen lassan. Egy sávon egyelőre, és mivel hatalmas volt a dugó, így lehet, hogy még néhány ott álltok, és nem érzitek, de elindult a forgalom. Én nagyon szurkolok Viktornak. Megmondom őszintén, nagyon ja? Királynak, mert hogy ja? Végre lenne még egy magyar világsztár, ugye Zetki után, az Egyesült Államokban, tényleg. Ez azért jó lenne. Én örülnék neki. Valaki megint bevenni az amerikai felleg. Még Kozsó bevette? Zetki néven? Igen? Hallok. Nagy. Hát saját bevallása szerint, de az nekünk elég. De miért jönne át Európába Zetki? Hiszen Amerika is eltartja. És Justin Timberlake már Zetkivel készül pereskedni, mert nyilván kedni nem előbb egy duettre, és utána pereskedni. Mikor lesz ott az első élő adás? Mit mondtam múltkor a Viktor? Nem tudjuk, hogy élő adásban van-e, ugye nem mondhatta el, ugye még felvett adások mennek, még jön a párbaj, még egy mentorhoz kerül majd egy csomó versenyző, akkor azok ott házon belül énekelnek majd egy párbajdalt, tehát még az élőadás még nagyon messze van, még szerintem a felvett adások mennek, úgyhogy amíg van néhány jó pár. Szerintem egyébként ez a párbaj az a legizgalmasabb része az egésznek. Tehát, hogy így valahogy azt érzem, mert ott főleg, hogyha még így az elején történik, és nem úgy, mint egyes tehetségkutató a versenyekben, hogy a végén eldöntik, hogy akkor ki legyen a kieső a kettő közül. Ha így az elején, azért simán benne van a pakliban, hogy egy nagyon-nagyon jó énekessel kerül össze, egy nagyon jó énekes, és adott esetben tényleg nem futhatja ki azt, ami benne van. És már az elején el kell tőle búcsúzzanak ellenére, hogy lehet, hogy simán lett volna a szansz, hogy megnyeri a versenyt. És ott kidönt az a zsűritag, akinek nem emlékszem erre. Én nem emlékszem erre. Tehát, hogy párbajnál kidönt, hogy ki a jó. Azt hiszem, talán ott még a zsűri dönt. Én nem szerettem ezt a formátumot önmagában. De ahogy egyébként Európában számos helyen nem szerették. Itt valahogy az X-faktor ment sokkal jobban, igen. Amíg Amerikában az X-faktor megbukott. Ja. Nem szerették, ott a Voice megy nagyon. A európai fejjel lehet, ez egy kicsit bonyolult formátum volt, hogy akkor ott párbaj énekelsz, és akkor még ez énekel, az énekel. Szerintem ott még a mentor, vagy nem tudom, a zsűri, nem tudom, hogy hívták őket a Voice-ban, ő dönt arról, hogy a két énekese közül ki az, aki jobban megállja majd a helyét az élőben, így emlékszem. Itt is Karamellnek, a Mezőmisének a párbaj résznél még dönteni kellett. Tehát ott még ugye akkor Király Viktor mentora. A Adam Levinhez került, azt hiszem, ugye? Uh-huh. Igen. Igen, ő választotta. Gwen Stefani legnagyobb bánatára. Igen, mert hogy ott hát tulajdonképpen minden négy mentor megfordult, és Viktor választhatott, hogy kihez kerül. De mondom, ha tippelni kellene, szerintem bent van az élőben. Nagyon jó lenne. Óriás lenne. A 10 vagy 12 legjobb között. Úgyhogy megnézzük, hogy éjjel megy valamikor, de az élőadásokat nem megnézzük. Innen nem lehet szavazni, nem? Tehát csak, de lehet, ezt lehet, elmondta, hogy valami applikáció. Applikációban szavaztatnak ők is? Kell, igen, nem kell. Ja, de hát úgy, persze, hát, valószínűleg meg kell vásárolni ezt az applikációt, de szerintem ez nem egy ingyenes applikáció lehet. Hát biztos van egy $1,5 Hát egy nagyon pénzt, ezért nem tudom. Én megértem, hogy nagyon durva. Odaadom az 500-as neked. Adok most egy $1,5 Most már nem érdekel. Csináljon, amit akar a Király Viktor. Itt egy 1000-es, vegyél kettőt, jó? Vedd meg a Móninak is, és magadnak is. Köszönöm, nem veszem meg. Megértem egyébként. De tényleg nagyon durva, az is lehet, hogy nagyon durva $2 Tehát jól gondold meg azért, igen. János, hogy ez letöltöd. $2 Erősödik a dollár, ha a Fed idén kamatot emel, lehet, hogy 300 is lesz, mire odaérünk az élőadáshoz. Akkor most vedd meg gyorsan. Most vedd meg gyorsan, hogy most törzs lesz az applikáció, de jól gondold, mert legalább 450 forint lesz. Nem, 560 egyébként, tehát hogy már látod? Alá lőttél bőven. Én most a dollár gyengülésére játszom egyelőre, úgyhogy nálam egyelőre ennyi. De tényleg megértem, hogy sok megviseli a költségvetését. Én nem kaparom ki neki a gesztenyét. A világiskolában egy kutya, egy macska, egy autó, amit csak hétvégén használtok, megértem. Ráadásul most tele vagyunk poloskák. Ne hülyéskedj! A meleg miatt én nem tudom, mindig be akar jönni. A kutya fádat, hát azért ne pazarolj, tényleg. Hát érted. Jól gondold meg. Na, hármasugrás, beugrónk következik, ugye...
Az új szabályok értelmében itt kettő dalt meg kell nekünk írni. Ugye öt dal részletet mutatunk majd, ez a beugró, kettőt ha kitaláltok, akkor azt kell elküldeni nekünk SMS-ben, és a jól válaszolók közül sorsolunk valakit, aki fél tízkor majd lejátszhatja a hármasugrást. Úgyhogy megmutatjuk a mai feladványt. Ez a beugró a hármasugráshoz. Egyébként azt látom, hogy jól megy, hallgatóim. Szerintem. Jól. Ez a dolog, jól megy. Nem bonyolult a dolog. Így van. Na, mutatjuk. Oh, micsoda klasszikusok benne, gyerekek! Van egy csomó jó kis dal. Nagyon tetszett. Ez most nagyon jó, ez volt a legjobb összeállításunk eddig. Van egy csomó jó kis dal. Mutatjuk még egyszer, figyeljetek. Mindenkut. Ja, nem, bocsánat. Ja, igen, nem. Ennél azért jobb a helyzet. Kicsit félregyomtam. Jó volt, nem volt. Átkaroló hadművelettel. Ugye, hogy jó volt. Nem, mert nekünk meg volt ez a lemez, és kénytelen voltam hallgatni. Csak onnan tudom a szövéket. De attól azért még ez jó volt. Hát már nem szeretted, ez egy nagy sláger volt. Egy fél ország imádta. Tényleg. Na, úgy ezt küldjétek el nekünk, jó? Kettő darab előadót, nekünk jó a számcím is, tényleg bármi. Csak küldjetek el, hogy mit hallottunk, jó? Bármi jó. Nézzünk gyorsan még egy-két közlekedési hírt. A hírek előtt M7-esen a 133-as kilométernél mindkét irányba mérnek, mindenki vigyázzon. Az M6-oson 50 méteres a látótávolság, ennek ellenére jól járható, jó a műsor, csak így tovább. Lali küldte nekünk. Aztán mérik a Bösárkányba érkezőket, Somorja felől, Bill a kölyök üzeni, valamint a Bostyák téren, ezt többen is elküldtétek, óriási a káosz, hatalmas a dugó, mert hogy a Nagy Lajos király útján két autó ütközött az Őrs felé, és emiatt van káosz, úgyhogy próbáljatok kerülni. 5 perc van pontosan 9 óra. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 6 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Neked is köszi. Itt vagyunk, és viszont kívánom, nem? Túlhűtöttem a stúdiót, úgy érzitek? Én fölvettem a kabátomat. Igen, hát nincs azzal baj, gyerekek. Hát szerintem ezzel eddig sem volt probléma, de meg fogsz fázni. 20 fokra állítottam. Aztán jössz itt a tüsszögésed. Kell egy kis hideg. Az jó, jót tesz az nekünk. Miből vetted a lapot? Ránéztek felül, és láttad, hogy gyakorlatilag mintha motorozni menne. Egy kicsit a nagykabátot fölvettem, kicsit mozogsz. Én kinyílsz, tehát kicsit mozgolódsz, felmegy a vérnyomás gyorkában, mint lassan megy újságát is felhúz a fejére. Lehelem a kezem. Lilák a szájszélei. Jó az. Az kell. Na, drága hallgatók, a helyzet az, hogy nem tudok friss közlekedést mondani, mert elszállt az internetünk, úgyhogy egy picit türelmet kérünk azoktól, akik úton vannak és várnának friss közlekedési híreket, mert jelen pillanatban nem látom. Mert elszállt az internet, de mindjárt a saját kis 3G-mel felmegyek a kis saját hálózatomra, feltöröm a Klassz falát, és azon keresztül egy kicsit hekkerkedve megtalálom a közlekedési híreket, hogy ne maradjon senki. Senki hírek nélkül. Mert ugye a wifi-nk szűn meg. De hát, ugye? Bizony. Ha feltörjük a saját oldalunkat, az SMS falat, hát akkor 3G-ről be tudok hatolni. Hoppá, jó. Én azt mondom, hogy hatolj. Hatolj be. Fejvári út, Kalotaszeg utca kereszteződésénél befelé 3-as kocs, BHF küldte nekünk. Aztán átfordult a trafi, a Csorna felől érkezőket mérik most, Bősárkányban, Fejér-Szeárból, Bill a kölyök üzente nekünk. Valakinek beakadt egy KFT dal. Ez azért jó, mert az nem volt. Az nem volt egyébként a dalfelismerős játékunkban, de nem baj. Hát a KFT akad be, KFT. Ja, azt hittem, hogy mint közlekedés információt küldték el, hogy macska az úton. nem, valakinek ez beakadt. M6-os Pécstől Bátaszégig elillanóban a reggeli tejciköd, viszont onnantól éber figyelem szükséges. Széna a WC papír árus küldte nekünk. Köszönjük szépen. Bali, mikor kezdődik a Homeland 5. évada? Léci segíts, Dave küldte nekünk. Hát olyannyira jó a kérdés, hogy el is kezdődött. És ha minden igaz, akkor hétfőn lement az első rész. Úgyhogy...
Vagy ez hát még ez nem a kinti? Tudom. Azt, én mindig a kintit mondom, sosem tudom, hogy magyar csatorna adja. Mi van? Hát most ez miért? Ez hülye kérdés volt? Hogy Feri átgondolt, hogy mi lesz az a kérdés, ami nem tűnik nagyon... Hát ez nagyon szerintem ez tök jó kérdés. Nem, igen, én mindig, mindig az amerikai... teljesen korrekt. És érintve is vagy. Nem vagyok, szarok rá, mert bocsánat, az ti sorozataitokra, engem nem érdekel, de... Valamit be kellett dobni. Hát legyek benne, hát legyek benne, egy kicsit, mint aki érdekel. Ha nem kapcsolom a tévét. Annyira felugrottál egy vonatra, és aztán mondták a vonatot, hogy elnézést, ez az ellenközi nem. Ne arra, hogy szálljon le. Érted, a jó műsorvezető eljátsza az érdeklődést, hát hallatja hangját, bedob egy jó kérdést, jó időben, tudjuk, hogy itt van. Jó ez. Én mindig az amerikait mondom. Látod, és van rá válasz. És van rá válasz. Fogalmam nincs, hogy magyar, ő az amcsit mondja. Gondolk, hogy közben következik. Mondjad egyszer, Balázs. Amerikai premierekről beszélek, de meg kell dicsérni a magyar kábeltévéket, szolgáltatókat, csatornákat. Nagyon hamar ide érnek már ezek a friss sorozatok. Fogalmam nincs, hogy éppen most ezt kiadja, hol adják, de elindult. És a másik nagy kedvencem is elindult. Az Affér. Magyarul Affér. Affair. Így írják angolul. És ebből a sorozatból is lement már a második évadból az első rész. Úgyhogy homelandesek. Lehet töltögetni. A Ruzsi fordít nekünk, ha az Affair-t is nagyon vártad már, nem? Mert a korábbi részek nagyon tetszettek. Na, köszönöm a kérdést. Nagyon jó a kérdés. Hát azért mondom, hogy na, ilyeneket kell bedobálni. Több az egy jó sorozat. Mint, hogyha, tényleg. Kicsit lassú, ugye sokat beszéltem erről, egy házas ember viszonyát mutatja be a szerető szemszögéből, és a férfi, mint félrelépő, a férj szemszögéből, hogy ki hogy látja az eseményeket. És ugyanazt a történetet mind a két fél máshogy meséli el. Érdekes sorozat. Meg jó az alapötlet. És hiányoltad a múltkor is a feleség szemszögét. Igen, nem? Itt van. Akit megcsalha, világos. Picit megjött. Panaszkodtál korábban a tempóra, de akkor ezzel is kibékültél már. Ki. Még gyerekek, én tízig tudok még sorozatokról beszélni, úgyhogy egyelőre ennyit, jó? Na, szóval nézzetek Homelandet. Jó sorozat, jó. Tényleg. Miért van az, hogy mostanában mindig csak ilyen félrelépő sorozatokat nézel, és viszonylag kevés partra szállós lovaglós. Sose érdekelt a partra szállós lovaglós. A Homeland az nem az. Hát a Homeland ez egy kiváló. Igen, de az is belső ellenség. Magyarra fordítva, igen. Jó. Na, jó, nézd M3-on a szomszédokat, neked azt kívánom. A retro csatornán egyébként. De nézem is. A legnagy. Figyelj, amikor én mindig ott ragadok egyébként, amikor meg. Tudom, én is nézem. Kapcsolgatom a tévét, meglátom a Julcsit a képernyőn, és akkor onnantól kezdve én ott maradok. Szegény Ábel Anita. Hát jó, hát szegény, én annyira sverig, egy olyan jó humorú, jó fej, talpra esett, brutális agyú nő egyébként, igen. Rettenetesen jól reagál, rettenetesen jó humorérzéke, de hogy ő egy életre Julcsi marad, szegény. Hát nem tudjuk elfelejteni, hogy gyakorlatilag a szemünk látára lett ivar ére. Bizonyám, ő egy ország Julcsia volt. Igen. Na, Juli, megjött hozzánk Juli. A mi Julcsi. A mi Julcsink, így van, megjött hozzánk, aki, ahogy szoktuk mondani, egyszerűen nő, anya, feleség, szerető, ha kell, gyermeket nevel, és hát és mindent csinál, amit egy magyar háziasszonynak csinálnia kell. Sokoldalú. Ma hazánkban élő nőknek sokoldalúnak kell lenni, anyának, feleségnek. Minek kell még lenni? Szakácsnőnek? Takarítól? Mindent! Mosolnőnek? Mindent kell egyszerűen. Pszichiáternek, igen, mindjárt beadlak. Na, szóval, hogy Julival folytatjuk. Várjál. Julival folytatjuk már is. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello! Jó reggelt! Hello! Nagyon kipihent vagy, nagyon mosolygos vagy, mi van? Sokkal többet alszom mostanában. Tényleg? Aha, igen. Na, hogy csináltad? Amióta összevesztettek a férjed? Nem a bajgat. Nem. Egy munkának vége lett, és ez azt íztem most többet tudok élni. Fuzsizgatunk. Aha, hogy? Nem baj. Megbeszéljük azt, hogy 10 óra után? De Balázs odaszólt, és vége. De nem a Julinak, hanem a Fusizó munkájának. Bizonyám, csak egy-két telefont kellett elengedni, és hirtelen vége lett ennek a Fusi melónak, így van. Viszont látod, milyen kipihent lettem. Nagyon, azt nézem, hogy ez, ránézek egy nőre, és látom, hogy
hogy mi történt vele tegnap este. Mert a nő arca reggel, ha bejön a munkahelyre, árulkodik. Azt is megérzed, ha szeretgették, azt is megérzed, ha kipihent, azt is megérzed, ha morcos, csak rá kell nézni. Egy női arc az árulkodó. És én látom rajtad, hogy most úgy kiegyensúlyozott vagy, rendben van minden. Én a női lélek nagy értője vagy. Ránézésre megmondom. Egyebek mellett. Ránézésre az arcáról. Hát Zsül azt nem nézi. Tehát a Zsül, ott kezdődik, hogy a Zsül egy férfi. Legalábbis hát a külső jegyek alapján. Ugye? A pasikról lehezebb megmondani. Egy nőre ránézel, és azt is tudod, hogy volt-e szex vagy nem. Milyen állapotban van. Kapott egy kedves szót tegnap a férjétől, barátját. Tehát tényleg minden ott van egy női arcom. Megtanítsam nekem majd ezeket a praktikákat? Á, adjad már, nincs rá szüksége. Én ennél önzőbb vagyok, engem nem érdekel. Hát tudom, legyen meg a tofu, a csöcs, meg a várak. Csoki. Csoki, napi cukrászda, mászás. Aztán. Pedig megjegyzem, elég feszült hangulatban váltam el ma a férjemtől. Na! Na, mielőtt még belevágok, mert hát azért ez egy hosszabb lélegzetvételű történet. Voltam első twerking órán srác. No, no, no. Múlt héten, hogy alig bírtam leülni másnap. Olyan izomlázat csinál, hogy őrület. Mert én eddig egyébként azt hittem, hogy majd a popsimban lesz, de túrót, combban, mert hogy állítólag ezt a mozdulatot nem fenékből indított, hanem rugózásból, tehát a combot dolgozik. Hát fiúk, és akkor maga a fenék, a terkelés, az igen, már megy magától. Igen, tehát idő után elkezd, tehát ha megtalálod azt a mozdulatot, akkor reng vele együtt, ami egyébként ott volt egy csomó csaj, akinek egy idő után már rengett, nekem nem rengett semmi, én csak úgy mozogtam, mint egy segbe lőtt hát tojós galamb, de... Mondjuk azért tolni kell neked mellé még a szénhidrátot, és elég rendesen. Ja, akkor ez együtt jár ezzel a projekttel? Hát egy kicsit az nagyobb. Ugye csak mondjuk el, hogy twerkelés, de biztos, hogy mindenki tudja, ez a fenékrázás, ami mára már egy önálló műfaj lett, baromi egyszerűnek néz ki, rázod a feneket, mi van ebben. Nézzetek egy snoop klipet meg, és akkor... Pontosan tudjátok, hogy miről van. És rájössz, hogy rettenetesen kemény fizikai meló, iszonyatos feneket csinál, iszonyatos combokat csinál, és ez ma már egy külön edzésforma, hogy a nők eljárnak úgy, mint jogázni, spinningelni, twerkelni, amikor is megtanulod rázni a fenekedet. De csak egy dolog, hogy ezt megtanulod, izmos leszel tőle, kerek lesz a popsit, szóval brutális combjaid lesznek. Tök jó. Én leizzadtam a végén. Pasik is vannak ilyenkor? Nem. Nincsenek? Nem. Csak spinningelni is hallott, hogy mennek férfiak. Hát ez simán előfordul, hogy egy-egy leselkedő elmegy. Nem, olyan 8-an voltunk körülbelül, plusz az oktatóhölgy, és hát ő ugye beállt elénk, mutatta, hogy minek kellene történnie, ehhez képest mindannyian ott próbáltuk megtalálni azt az izomcsoportot, amit mozgatni kéne, de sose sikerült. Van előgyakorlat a twerkre, vagy egyből a fenékrázás? Nem, van egy kis, persze egy kis bemelegítés, nyújtás, lazítás. És elmondta a sérülés veszélyeket, hogy twerkelés közben mi történhet veled? Nem, ott még nem tartunk. Tehát térdvédőt például még nem kell hordanunk, mert ugye ott lesznek majd olyanok, amikor térdre vetjük magunkat, meg hasonlók, de mondta, hogy az még nagyon messze van. Hmm. Úgyhogy például kaptunk egy széket, amire így rá lehetett támaszkodni, mert hogy az segít. Fiatal csajok vannak inkább, vagy idősebben? Fiatalabb csajok, de egyébként tök érdekes, mert én azt gondoltam, hogy majd, szóval, hogy vannak teltkarcsúak, vannak kifejezetten gömbölydedebb hölgyek, vannak ilyen pilinckák, mint én, úgyhogy... Várja, a kicsik elő valak az első sorban, vagy a hátsó sorban, mert akkor lehet, hogy elmegyek. Tehát, hogy a választó függ. De van egy főszme nagy tükör, úgyhogy teljesen mindegy, hogy hol vagy. Sorba beállni. Teljesen mindegy, hogy hol vagy, mert egy rohadt nagy tükörrel szemben táncolsz, úgyhogy látod magad innen is, onnan is, hogy mindegy. Na, feszültség. Hát srácok, én azt hiszem, hogy a párkapcsolatunk lassan 12 éve alatt én ennyire még soha nem vertem ki a biztosítókat a Mirónál. Ugyanis hát van egy húzásom, ami nagyon-nagyon nem tetszett neki. Elmentem mesztelen jogázni. Ezt egy kicsit a múlt héten ugye lelőttem, véletlenül áthatlan rákérdeztem, mint egy bár beárulva téged, de hál' Isten Miró nem hallotta az adást. De hallotta. Az igazság, hogy ő erről tudott. Tehát, hogy nem egy meglepetés volt, és nem azzal hívtam föl, hogy figyelj, Miró, mi történt velem, tehát tudta, hogy hova megyek. A körülményeket nem tudta, hogy ez hogy fog zajlani. Én megbeszéltem a hölgyel jogaoktatóval, hogy akkor megyek hozzá. De várjál, miért mentél a kísérleti jelleggel, igen, vagy a Mirónak akartál utána otthon különböző ászanákat mutatni, vagy csak megnézni, hogy milyen a mesztelen joga? Nem akartam semmi ilyesmit. Egész egyszerűen érdekel, kíváncsi fajta vagyok, elmentem. Láttam a hirdetést, vagy pontosabban láttam a leírást róla. Tök jó dolgokat írtak, meg egyik, hogy is mondjam, ez kicsit az embernek a komfortzónája. Nagyon menő, hogy ilyen bátor vagy. Azért ehhez nagy, komolyan mondom, levetkőzni idegen emberek előtt, és a napköszöntést csinálni, meg nem tudom, itt mesztelenül, vagy idegen emberekkel. Volt egyébként. És nekem a mesztelenség az, ezek szerint egészen másként értelmezzük most már ezt a Miróval ezt a kérdést. Tehát én soha életemben nem jártam például nudista strandon, és otthon sem
kószálok föl alá pucéron, sőt. De hogy nekem ez így, hogy is mondjam, nem okoz problémát. Tehát uh-huh. Azt hiszem, már korábban meséltem, hogy én medikus csoport előtt szültem. Nekem ezek így... Jó, de azért legyél tekintetlen a Vekerlén lakó emberekre, jó? Tehát, hogy az ne így menjél ki magad. Most, hogy felszabadultál. Nem, tehát szóval, hogy nekem így levetkőzni nem okoz gondot. És ez hogy néz ki, hogy már az öltözőben mesztelenre vetköztök, és együtt bementek? Tehát az elejétől mondom, hogy lebeszéltem az időpontot a hölgyel, elmentem, ő egy ilyen hosszú szőkehajú hölgy nyitott ajtót, ilyen nagyon kedves, vagy halkhangú eszel, mi az, kendőben volt ott kint. Már egy kendőben nyitott ajtót? Ez egy lakás volt? Igen, egy lakás volt. Egy lakás volt. Jézus. Mondta, hogy én vagyok az első. Mondom, ó, tök jó. És csak egy kendő volt rajta. Egy kendő volt rajta, mondtam, hogy kérnék egy pohár vizet, ott elbeszélgetünk. Idősebb, fiatalabb? Egy fiatal, egy ilyen 30-as nő. Nő lehetett. A vizet is a tenyerében hozott a szájában. Tök érdekes, hogy tudod, hogy miről beszélgetsz így egy mesztele jóga előtt, hát így megkérdeztem, hogy hol tanult, mint nem ismerném. Hogy... Ne ragudj, hogy nincs itt baromi ideg, nem? Ne kapcsoljuk a termosztát. Azt a termosztát? Igen. Szóval beszélgetünk arról, hogy hol tanult, hogy mióta mesztele jogázik, ilyen nagyon... A pázmány. Nagyon kedvesen válaszolt minden kérdésemre, hát gondolom ezt egyébként minden első mesztelen jógás fölteszi, aztán mondta, hogy akkor ott van a szoba, oda be kellene menni, ő jelezte nekem előre, hogy hozzak magammal egy kendőt, vagy egy törölközőt, polifomot ő ad, úgyhogy a többivel ne legyen gondom. És az előszobából bevezetett, tehát át kellett menni azon a szobán, ahol majd lesz a jóga, tök kellemes sötét volt, csak néhány mécseséget, úgyhogy jó, mondom, hát ez szuper. Egyébként miközben odafelé haladtam, azon gondolkodtam, hogy milyen ciki lesz, hogyha több sorba állítanak, hogy hová álljak, előre vagy hátra. Hátul álljak, és akkor mindent látok, hogy előre álljál, igen, és akkor téged látnak. Hogy lesz megoldva, de rögtön erre a kérdés választ kaptam, mert hogy egymás mellett voltak a polifomok, úgyhogy akkor mondom, akkor itt semmi kukkolás nem lesz. Tükör volt a szobában? Dehogy. Nem volt tükör. Nem, ez nem egy twerking óra, tehát itt nem kell, hogy lásd magad. Úgyhogy nem semmi probléma nem volt, mondom, nagyon kellemes sötét volt. Bementem a másik szobába, átöltöztem, kijöttem magamra tekert törölközővel, és akkor úgy csücsültem, és kérdeztem, hogy még hányan jönnek, vagy hányan jelezték vissza, és mondta a hölgy, hogy hát még ketten. És ott csücsülnek a polifomon, hallom, hogy csöngetnek, kimegy egy kis csevely, szétnyílik a függöny, és egyszer csak besétált egy férfi, aki így átsétált a szobán. Hív. Azért érdekes, paliként is elmenni, mert ezt a lejogára van menne bátorság, van menne lendület. Legyünk őszinték, nem? Tehát, hogy azért ez kell egyfajta bátorság. Balázs, Juli! Nem, ehhez sajnos én nem vagyok elég bátor. Megtenném, de ehhez nem vagyok elég bátor. Na, ő már mesztelenül jött be, a pali? Nem, vagy hát ő is törölközőben jött be, tehát ezzel nem volt semmi gond, én meg szóval én nem kérdeztem rá arra, hogy ez koedukált lesz-e vagy sem, de úgy voltam vele útközben, hogy ha most ne adj Isten, ez egy koedukált csapat, akkor én majd a lány mellé állok, aki majd jön jógázni. Megint csöngettek, megint kimegy a hölgy, és megint bejön egy férfi. Hát egyre jó már. És így átment a másik szobába. És akkor mivel mondta, hogy hát mivel hárman leszünk, hogy tudtam, leszel, hogy akkor itt most én nem nagyon fogok nő mellé állni. Jó, mondta is, hogy oké, meg vagyunk hárman, megjött mindenki. Aha. Úgyhogy mindannyian leültünk egymás mellé. Ti is ketten, mi is ketten jönnek a páros gyakorlatot. Igen. Kedden és csütörtök a párosabb, ezt is elfelejtettem. És akkor a hölgy leült velünk szemben. Ment mögöttünk. És a palika mi volt rajta? Kis kendő? Vagy? Igen, tehát ők is bementek, levetkőztek, bevártuk egymást, kijöttek. Kis tűr. És van egy kis összenézés, kis mosolygás, zavarban vannak. Bemutatkozás, hát csak, nem? Két pali méregeti egymást, mondod, hogy én Juli vagyok, én Józsi vagyok. Tehát, hogy senki nem mondja, hogy ültök némár, igen, vagy van egy ilyen kis... Nem volt. Összepacsizás. De végignéznek? Te végignézted őket? Vagy egy ilyen, Hát amikor én ott ültem, és ők kijöttek kis törölközőben, hát akkor... magukra tekert kis törölközőben. Igen, de nem néztünk egymás szemébe, és kacsintottunk, hogy de nincs, mi ez egy jó nap lesz. Egy kényszeredett összemosolygás, egy ilyen zavarban lévő kis... Én voltam egy picit zavarban, de valószínűleg egyébként... tehát, hogy én úgy lefelé néztem, vagy úgy a hölgyre koncentráltam, aki velem szembe állt a jóga oktatóra, tehát én nem hajolgattam előre-hátra, hogy hát, ha látok valamit. Nem is akartam. Nem is akkor, persze, nyilván nem erről szól. Egyáltalán nem erről szól ez a történet. Fél homály? Abszolút fél homály. De hogy annyira fél homály, hogy tényleg, tehát néhány mécses világított csak, az egyik az pont a jóga oktató hölgy mögött én, volt. Úgy, egy nagy levegőn nem próbáltam még két gyertyát elfogni. Igen, nem próbálja ülni, kell, hogy ki a gyerek, ez semmi nem fújja. Nem fog látni semmit, Juli.
És mivel elég hűvös volt, ezért betettek a hátunk, vagy betett a hölgy mögénk egy ilyen hősugárzót, egy ilyen ventilátoros hősugárzót, úgyhogy ez a, ennek volt egy hangja, egy ilyen alaphangja, akkor ott ültünk minnyájan, a hölgy tök halkan beszélt. Tök hangos volt. Ez a lényeg, hogy így ültünk ott mind a hárman, és akkor a felünk szembe ülő hölgy, az, a, mert a joga oktató akkor egyszer csak fogta, és így ledobta ezt a kendőt. És, hát és akkor felszólít benneteket, hogy nem akkor szólít semmi, fel, mert semmi. Hát most tudjuk, hogy mire jöttünk. Érzed, hogy le kell dobni a textilt. Akkor most kell dobni a textilt. Úgyhogy hát ledobtam én is, meg a fiúk is lecsavarták a török között, és leterítették maguk alá. És az volt a kellemetlen, hogy ez a nyomvaja propeller, ez egyfajtában forgott a fülem mellett, úgyhogy nem hallottam, hogy de ő az így beszélt, hogy akkor most közelebb kerülünk magunkhoz, elengedjük a gátlásainkat. Most két pajzsban. És kénytelen voltam kinyitni a szememet, tehát, hogy lássam, hogy történik-e már valami hozzá. Igen, hát, hogy mit csinál, ott ülök hülyén, akkor miközben ezek már ott tornáznak, akkor... Azért szóval gyerekek, az Eszterem Pali melletted felmegy gyertyába. Szerintem nagyon nagy. Igen. Azért az nagyon nagy. Szóval mi a gyakorlatok? Tehát ez egy gerincjoga. Gerincjoga volt. Aha, azért... De várjál, nem hallottad, hogy mit mondanak. Nem hallottam. Oda léptél, melletted lévő férfihez, és azt mondtad neki, hogy elnézést, már azt hittem, hogy már se szólítasz. Ezt vártam végre. Nem, hát a, tehát, hogy az egyrészt ugye nem kukucskáz. De milyen messze volt? Egy méterre? Tehát a polifobok lehet... Hát ha kinyújtottam a karomat, akkor hozzá... Idős, fiatal pasik? Azt még nem kérdeztem. Tehát ki az? Volt egy szerintem velem egykorú lehetett, egy olyan 35-ös, meg volt egy idősebb, szerintem az egy olyan 40 év. Ő nem tudta, hogy mire jön. Ja, annyira nem idős. Vagy már mindegy alapon. Ő már mindenhova elmegy. Csak legyen valami, tudod. Igen. És akkor a hölgy ugye elkezdte, illetve az elején volt egy ilyen ráhangolódás, amiben nagyjából semmit nem hallottam, mert ment ez a rendszer a fülem mellett, és így aztán kénytelen voltam, hogy is kukucskálni, hogy lássam, hogy mi történik, milyen mozdulatokat, pózokat vesznek föl, de a mellettem lévő, tehát próbáltam végig behúnyt szemmel csinálni a dolgokat, persze voltak nem olyan gyakorlatok, amikor muszáj volt kinyitni a szemem, mert különben elvesztettem volna az egyensúlyomat, és ugye mivel ez légzéstempóra megy, tehát ezek a fordulások is, ezért nem tudtam összehangolódni a pasikkal, hogy akkor forduljak háttal. És befordultatok egymással szembe. Egyetlen egyszer nyitottam ki a szememet. És akkor! És egy brutális mag volt előtte. Nem. És akkor, kacsintott. Igazából, tehát esküszöm srácok, és ezt a Mirónak is utána bizonygattam, hogy én tényleg semmi olyat nem látom, ami miatt nekem zavarban kellett volna lennem, vagy nekik, vagy nem volt benne semmi erotika, nem volt benne semmi gyere cica, tehát nem volt semmi ilyesmi, nem volt. Ez egy jóga óra volt, és így ő másik kettő, azt szerintem, illetve nem szerintem, mert utána kiderült, hogy ők már nem először voltak ezen az órán, tehát ők már gyakorlatilag jógások voltak. Én voltam ott a teljesen friss hús. De hogy így nem volt senki se ettől a szituációtól zavarban. Úgyhogy csináltuk a gyakorlatokat. Egyetlen egyszer láttam a szemem sarkából valamit, amikor... Amikor az egyik fejen állt. Amikor... Az egy nagyon kemény látvány volt. Nem, amikor van ez a hegyhát meg a deszka. Hegyhát meg a deszka. Amikor kitolod a popsidat is így égnek tolod, és utána visszaállsz, hát, ilyen fekvő támasz. Igen, az a napköszöntés, az egy kitolod magad, visszatolod, fölállsz onnan, hátrahajolsz, visszalemész, igen. Egy van. A fenekeddel köszöntöd a napot. Igen, háromszög alakot, igen, kitolod a fenekedet, ugye a lábujjad, meg a tenyereden támaszkodsz, és az a lényeg, hogy a hátizmok nyúljanak egy ilyen fordított U alakot. Egy ilyen háromszögben ilyen van háromszög. A tested tulajdonképpen. Csak a középen tudod, mint a dolláron a szem. Volt egy tehát hogy nyögögettek közben. Nem, a csendben? Igen. Uh-huh. Hát nem volt nyögés, meg nem volt semmilyen, meg nem volt. Tehát én azt hiszem, hogyha én ott, vagy ha ők bármit kukucskálni akartak volna, akkor a jóga oktató rájuk szólt volna. Tehát ez ebben biztos nem is a kukucskálás, csak én voltam jóga órán, ahol azért nyögsz egy kicsit, lazítasz, lenyomják a hátadat, adsz ki hangokat. A jóga oktatónő nem nyúlt hozzánk. Nem nyúlt hozzá. Nem. Ő mutatta a gyakorlatokat. De vártad kicsit egyébként. Valaki, igen. Nem. Egyáltalán nem. Tehát nem is volt erről, tehát egy pillanatig nem volt erről szó, tehát nem állt föl, hogy körbejárjon, és akkor megmutassa, hogy ez így nem jó, tehát nem masszírozott, meg nem tolt. Nem voltak ilyen fura pillanatok. Nem voltak fura pillanatok. Csak amikor körbe hátra bukfenceltétek a telemet, és ezt hallottad folyamatosan. Kedves vendégünk,
Kedves vendégünk, vegyen föl valamit. A kendőt, amit... Most az ördögszekeret fogjuk csinálni, fogják meg egyes bokáját, de a férfiak vegyenek föl valamit, mert nő is van a csapatban, igen. Én a hölgyből láttam, a jogoktató hölgyből láttam a legtöbbet. De értelemszerűen, mert hogy... És miről, mitől borult ki? Hát ebben nincs testiség, ebben nincs borult, semmi, hogy láttak téged mesztelenül? Hogy igen, engem láttak mesztelenül, és hogy ott két férfi volt rajtam kívül. És hogy is mondjam neki, azt hiszem, hogy erre meglózul a fantáziája, de egyébként most a kocsiból kiszállva mondta, hogy kérdezd meg, hogy a srácok szerint ez így rendben volt. Tökéletesen, abszolút. De az ég egy adta világon semmi baj nincs. Hát de nem akadnátok ki, hogyha kiderülne? Mert egyébként most, hogy így láttam, mert hogy ezt így felhívtam utána, hogy megnyugtassam, hogy senki nem rabolt el, nem erőszakoltak meg. De most mire ír így, hogy láttak téged mesztelenül? Hát ez nem, ez legkevésbé a testiségről szól szerintem. Igen? Az zavarta őt, hogy igen, hogy én ott mesztelenül álltam, férjes asszony, miközben a két mesztelen pasi állt mellettem, és én is láttam őket. Ez kicsit prűd a Miró, nem? Vagy véleményszer ebben nem? Hát az övé a Juli. Tessék? Övé a Juli, bocsánat, hát feleségül vette az övé. Hát ez nem biztos, hogy Juli az övé, de... Jó, de ez nem egy vagyonmegosztás volt, érted? Nem bedobta a közösbe. Akkor is, ne nézegesse. Igen, szerintem itt nincsen nagyobb különbség. Sokkal bizarabb, mit tudom én, amikor egy nudista strandon két család egyszerre indul meg az utolsó vízibicik. És egyre gyorsabban szalad. Tehát, hogy, vagy amikor Józsi beáll mögéd a lángosért a nudista strandon, érted? Egy kis fokhagymásot kérek még. Jó, én sorban. Így el. Azért, mert ennyire közel áll, még nem lesz. Nem és lejtem az aprót. Na hát akkor nem pláne. És lehajolsz érte. Tehát hogy azt szerintem azért ez bizarabb. Én nem tudom, én a Viki elmenne, én bírnám, hogy ennyire bátor, mert ehhez szerintem bátorság kell. Tehát sokkal jobban nézném azt, hogy fú, azért bevállalos, hogy így elmen, mint hogy most féltékeny legyek, mert hogy nem történik tényleg semmi. Tehát ez nem arról szól, hogy téged ott megbámulnak, a két pali motivációjára sokkal inkább kíváncsi lennék. Arra hogy ők miért megy egy pali mesztele jogára, mondjam, hogy nők elmennek, gátlástalanok egymás előtt, lemernek vetközni, az oké. De hogy egy pali miért megy el mesztele jogára, ez számomra totális rejtély. Én nagyon kíváncsi voltam egyébként az elején vagy a végén, van-e valami, hogy is mondjam, egy ilyen rossz értelemben összekacsintás, tehát hogy így... Hogy maradsz-e, vagy valamit, tehát, hogy de veled. De nincs mindenki fölött. Bárkivel. Aha. Nem, egyébként úgy mentünk be, ja, és akkor véget ért az óra, tehát tegyük hozzá, hogy úgy mentünk be, hogy mindenki magára csavarta a törölközőt, és mivel a szobának négy sarka van, mi meg hárman voltunk, ezért mindenki beállt a maga kis sarkába, és akkor felöltözött. Ja, hogy a szobában volt az öltözés. Igen. Mert azért a két pali párbeszédét is meghallgattam volna az öltözőben, nem? Hogy tényleg miért megy egy pali? Ezt nem értem, mert ez valahogy a nőknek ez sokkal inkább testhez álló, nem? Mint hogy mesztelenül jogázzá. Hát ezt a paliként nem is nagyon tudom hova tenni. Nem, ugye azt mondják, hogy ennek a mesztelen jogának az a nagy előnye, hogy azzal, hogy leveted a ruháidat, megszabadulsz a feszültségektől, a gátlástól is. Egyébként nagyon jó kellemes élmény volt, tök jó volt, de egyébként fura, mert hogy én azt mondom, hogy én nem éreztem magamat felszabadultabbnak, hogyha lett volna rajtam egy jogaruha, ugyanaz lett volna nagyjából szerintem az érzés. De hát nyilván ez ugyanolyan, mint aki elmegy naturista strandra, én egy kis fürdőruhában is tök jól érzem magam, ő meg több pucéren érzi csak jól magát. Tehát, hogy ez... Hozzá kell szoktatnod magad, járt sűrűbben. Azt egy is törni a nyakamat, a Miró. Egy ekkora balhéjban most ebből tényleg? Tényleg, hogyha én ezt tudtam volna, hogy erre a Miró ennyire rosszul reagál, nem megyek el. De ez valahol jót is jelent, szeret, féltékeny idő után. Nagyon sajnáltam, mert láttam rajta, hogy őt ezt így emészti meg, így nagyon bosszantja ez az egész. Hát vitt előtt is. Az persze. Jó, és akkor óra végén kérdezte a jogaoktató hölgy, hogy megkínálhatlak egy tejával. Én meg kértem egy pohár vizet, és akkor a két srác még maradt, ők még tejáztak, és az utolsó kép az, hogy így visszanéztem így az ajtóból, és így álltak így a konyha ajtóban a teáscsészékkel. A két pali? Igen, a két pali meg a jogaoktató lány. És beszélgettek tök normális és beszélgettek dolgokról, gondolom. Nyilván teljesen normális dolgokról, én meg becsuktam magam mögött az ajtót, és elmentem. Én nagyon szeretem, hogy ilyen bátor vagy, komolyan mondom, nem lenne bátorságom elmenni. Tehát De miért? Nem tudom, hát ott most napköszöntés közben ott állnék Rezsővel, és ott ketten ott nyomnánk magunkat, érted, gúlába, kicsit balra néznék gyertyállásba, tehát hogy valahogy az egész, nem tudom, nekem kicsit bizarr lenne, tehát azt, hogy nem bírnám ki, úgyhogy ne röhögjek, nem mondjak valamit, saját kínomban nyilván. Igen, az elején volt ez, hogy felszaladt egy mosoly az arcomat. Csak akarni kell, Balázs, várjál senki. Igen, most ráadásul a férfi lenne, és kicsit megnyomna hátamat, hogy könnyebben elérjem a talpamat a kezemmel, tehát szóval, hogy nekem azért nem vagyok prűre. Ugye, hogy megy. De és hogyha nő tartaná az órát, az neked gondot okozna, vagy akkor? Nem tudom. Nem biztos, hogy gondot okozna, valószínűleg nem érezném magam komfortosan. Tehát, hogy szerintem ismert emberként még kínosabb, nyilván. Nem? Tehát, hogy
azért ott bemész, átöltözöl egy kis sarokba, ledobod a kis kezkenődet, és talán neki állsz ott köpő kobrába menni. Szóval fura, fura lenne. Na és hogy békült ki, vagy most mi lesz? Hát egy napig nem beszélt hozzám. És akkor... Jó, ez ajándék. Nem beszélgettünk, aztán utána megenyhült, és ma reggel megint berágott, mert kérdezte, mondta, hogy akkor erről... Nem kérdezte, hogy ma reggel erről fogsz beszélni, és mondtam, hogy hát igen. Hogy nem volt rá egy hetet, hogy más témát találják? Csak erről lehet beszélni? De szóval, szeretlek, hogy te ezt így bevállalod. De nagyon... Tehát, értem egyébként, tehát legalább, illetve nem értem, mert azt mondta, hogy képzeljem előtt ezt egy fordított helyzetben, hogyha ő jogáznak két nővel. Igazából én nem gondolom, hogy ott bármi hát miatt aggódnom. Ha megbízol benne, és tudod, hogy ez valóban nem a testiségről szól, akkor miért ne örülhetnél annak, ha a párod így találja meg a kiteljesedést? Hát a szerelem, erről beszéltünk múltkor, az nem az jelenti, hogy birtoklás, és szeretlek akkor, ha a ruhába jogázol, de nem szeretlek, ha mesztel. Te kiteljesedsz neked, ez jó volt, jól érezted magad? Hát pont ezért, szerintem ezért haragszik, mert hogy ez nekem nem a kiteljesedésről szólt, nekem ez a kíváncsiságról szólt. Ha. És ő azt nem érti, hogy miért vagyok kíváncsi egy olyan helyzetre, ahol más férfiak mesztelenül lehetnek, vagy nők, vagy bárki. Tehát nyilván arra én sem voltam felkészülve, hogy az ivararány ilyen lesz, de hogy az egész szituáció zavarta. Azért érted, melletted izgalmas az élet. Te nem úgy mész hozzá, hogy nézd, Miro, itt vettem neked a militári turiban, egy Bundeswehr kezes lábas, szerintem jó lesz méretben. Tehát, hogy érted? Te hazamész is. Na hát ez az a tapasztalat, amire voltam. Egyáltalán nem volt kíváncsi. Balhéznátok a csajotok elmenni? Mit szólnátok? Nem. Balhéznám? Nem. Mondanám, kiborulnám? Hát, így, hogy férfi... Nem, szerintem nem. Még a férfiakkal se. Hát most attól nem kell még lefeküdjenek, nem? Vagy mire gondolsz, hogy miért? Mert mutogatja magát? Az zavar. Hát amiről itt beszélünk nyilván, hogy zavarná a páratokat. Szerintem az, hogy felvállalja egy nő a testét, szerintem az egy szenzációs dolog. Csak ott legyél te is. Tehát, hogy ez nem, itt nem arról volt szó, mert ha felvállalom a testem, ez azt jelenti, hogy kiállok a többiek elé, és megmutatom magam, de hogy itt egyébként pont nem. Tehát, hogy itt mondom, egész egyszerűen még tehát le kellett volna hajoljak ahhoz, hogy bármit lássak belőlük. Néhány alkalom után gyakorlatilag semmi különbség nincsen egy ilyen jogaóra, meg egy hagyományos jogaóra között. Mert onnantól kezdve, hogy levetközöd a gátlásaidat, meg hogy egy eltűnik az első élmény, vagy az első néhány élménynek az izgalma, vagy bizarsága, onnantól kezdve ti már csak azzal foglalkoztok, hogy azok az ászlanák a lehető legjobban működjenek. Igen, valaki ezt írja, mivel csak Júlcsi jelentkezett, a férj és a szomszéd statisztát. Gyerekek, nagy a baj, gyertek át, nem jelentkezett senki. Gyorsan, vetkőzz le. Ő az uram, ő pedig az öcsém. Hárma leszünk. Jaj, hát igen. Jó van. Én szeretem, hogy ezeket így bevállalod. Köszönjük, hogy elmondtad, Gyuli, puszilunk. Köszönöm én is, na szevasztok. Fél tíz múlt, pontosan 6 perccel, van friss közlekedési híretek, küldjetek, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! Háromnegyed tíz lesz, pontosan 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk! Mindenkinek itt vagyunk, mondtam, hogy jönnek a nap legjobb pillanatai. Aztán jól elfelejtettem, hogy még van egy hármas ugrásunk. Bizony. Hiszen már nem 3:49-kor játszunk, hanem 9:50-kor. Úgyhogy játszunk, itt van már is a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Szia! Sziasztok! Hello Gábor, honnan hívtál minket? Turáról. Turáról hívtál minket. Gyönyörű szép kastélyotok van. Igen, itt van. Egyik legszebb kastély. Fantasztikus. Igen. És mit csinálsz éppen? Hát éppen dolgozom itthon a műhelyemben. Otthon a műhelyedben dolgozom? Mit csinálsz? Én hangszerkészítő vagyok. Vasszalek, ide jó. Wow, az jó. És mit készítesz éppen? Hát primpamburákat készítek, ez egy pengetős népi hangszer, nem tudom mennyire ismeritek. Még az a tambura, igen, hát az a lantszerű kis pengetős történet, igen, nem? Igen, 4 húrós hangszer, igen. És ezt csinálod éppen? Igen. Melyik fázisában vagy a hangszerkészítésnek? Hát ez vegyesen, egyiken még az első fázisban, másikat már szerelem pont fel, úgyhogy ez így össze-vissza. Nem egyet csinálok, hanem párhuzamosan többet. De ritkán beszél az ember egy hangszerkészítővel, aki éppen tamburát készít. Hát ez...
Ez mindenféleképpen különleges. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy hát szerintem nagyon fura, de van benne egy hangszeres kérdés is. Aha, összebeszél. Nagyon könnyű lesz, nagyon könnyű lesz. Hogy megérezted? Na nézzük, így szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Milyen állat a Dzsungel könyve egyik hőse? Háti. Ő az elefánt. Ez elefánt, így van. Háti ezredes. Így van. Mehetünk? Tovább. Igen, lehet. Baseball sapkáját hízol a második kérdés. Milyen hangszer a megszólaltatási módja alapján az ukulele? Hát, ez pengetős hangszer. Jó, hát ezt neked, neked hazai pályából. Egyértelmű. Mi legyen a harmadik kérdéssel Morning Show óráért? Hát, egyszer élünk, szerintem menjünk tovább. Na nézzük, így szól. Dedikált Morning Show óráért a harmadik kérdés. Melyik évszázadban zajlott az amerikai függetlenségi háború? Melyik évszázad? Itt vagy? Igen, itt vagyok, csak... Mit csinálsz? Éppen... Hát ez a függetlenségi. 14. Nem. Á, hát ott még akkor nagyon nem volt semmi. Hát... Ez a melyik századon, hogy így szólt a kérdés? Ez a 18. század, mert ugye az 1775-től 1783-ig tartott, és az ugye a 18. század értelemszerűen. A 14. század az 1300-as évek, hát akkor még... Akkor még azért... Amerikai. Hát, akkor nem tudjuk ott, mi történt. Igen. 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 Tippeltem volna egyet, aztán vagy összejön, vagy nem. Köszönjük. Hát van neki egy kérdés. Bumja. Bumozunk, jó? Figyelj, okay, mert okay. Indulnak az ajándékcsomagok, figyelj, tikit, aki... Bum! Ezt a minden. A betyár. Szép indítás. Jó repül. Kicsit hite hagyott volt ez a bum. Picit, hogy mondtad is, nem is, hittél is benne, nem is. Gábor, ez el se indult, nem? Ez most nem jelesz. El vagy, köszönöm szépen a lehetőséget azért. Köszi a játékot. Hello. Ciao. Köszönöm. Hello. Sziasztok. Ügyes voltál. Hello. Szia, hello. Szia. Na várj. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Itt már minden, Itt már minden. Ami világít, nyomjuk, adjuk, betesszük. Na, most viszont tényleg jönnek a nap legjobb pillanatai. Egyrészt kibeszéltük azt, hogy ki milyen ruhában nem szeret lenni a saját munkahelyén. Ugye szó volt arról, hogy számos munkahelyen a munkáltató olyan ruhát ír elő, amit a munkavállalók utálnak, és arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg, mi az, amit különösképpen nem szívesen vesznek föl, amit utálnak, amit nem szeretnek, mit kényszerít rájuk a munkáltatójuk. Erről beszéltünk, kaptunk érdekes SMS-eket. Kiderült többek között például, hogy gyorsétteremben nem lehet szakál, és nem lehet még borosta sem. Ezt nem tudtuk. De örülünk. Nem. De nem örülünk neki, hogy nem hullik bele az ételbe. Igen, figyelni fogjuk. Állítólag nem lehet senki borostás. Erről beszélgettünk, valamint felhívtuk Novák Andrást, az egyik televízió száguldó riporterét, aki jelen pillanatban imáron sokatszor a menekült kérdésről forgatott, méghozzá Törökországban, és az embercsempészekről készített egy kis filmet. Hány embert tesznek egy hajóba, mennyi pénzt kérnek egyáltalán, hogy zajlik az utaztatás Törökországból Görögországba, erről forgatott ő egy héten keresztül, és a részletekről kérdeztük, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 5 perc van pontosan. 10 óra. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Mi újság van? Bizniszeltünk a Janival. Na! Jani az jegyneper lett. Bizony. Elment és megvásárolt a Black Sabbath jegyeket. Így van, kezdő nepper vagyok, mert egy filért nem kerestem rajta. De jól tetted, hát figyeljetek, jön a kedvencetek, el kell menni. El kell menni, meg kell őket nem szabad kihagyni, ilyenkor nem szabad nézni, hogy az ember megteheti, hogy mennyi a koncertjegy, hát ezt még egyszer utoljára láthatjátok őket, hát korszakos zseni. Épp ezért úgy is döntöttünk, hogy... döntöttünk, hogy nem... Most az egyszer nem az elsősorban csápolva, hanem öregesen, ülve. Helyes. Törölgetve a könnyeink. Én látni akarom minden mozdulatukat. Hát sok mozdulatok így szerintem van. Már nem lesz. Nem azzal akarok elfoglalni magamat, hogy küzdök az életemért. A talpak alatt. Kérdezgetik, hogy hol vannak a szüleid, hol vannak a szüleid. Jó, leültök szépen, kényelmesen, papással, aztán végignézitek. Nincs az a baj. Ülve is jó koncertet nézni. Kit hozol? Ráadásul a Rómeót fogom vinni. Na, jó van.
vele jó lesz ülve. Csöpögtest a kultúrát, nem lehet elég korán kezdeni. Szeretnék. Csak Ozi bírja ki addig gyerekeket, ez még fél év, azért, azért az valamit találjátok ki. Van benne egy kis izgalom. Hát komolyan én... mondom, akkor mi van? Tehát az Ozi átköltözik az örök vadászmezőkre, mert feladja a szervezete azt az igénybevételt. Tényleg, akkor mi van? Akkor mi van ilyen? Hát nem tudom. Oda megyünk és meghallgatjuk a dalokat CD-ről. Az is jó. Én mindent meg fogok tenni, addig minden héten fogok mondatni a lelki üdvért egy fekete misét. Tényleg imádkozunk, hogy Ozi kibírja, hát messze van még a nyár. Na, hívjuk a naphallgatóját. Aztán elköszönünk. Tájékoztatjuk, hogy a hívott szám nem elérhető. Hívnánk. Abban az esetben. Uh-huh. Hívnánk, de akkor nem hívjuk. Szia, hívott szám. Kikapcsolta magát közben. Dolgozik már valószínű. Csabi Kárdám, meg zenék? Olyat hozok nektek, ezt szeretni fogjátok. Megint nem a legfrissebbek közül. Édes vagy, te minden nap így kezded. És igazából Janit szeretném egy kicsit, nem azt, hogy átnevelni, hanem megmutatni neki a másik oldalt, hogy mik vannak még. Egy olyan fiatal emberre gondoltam, aki itt volt a nyáron, a Balaton parton, a Szandon, az Áron Csupa. Ja, hát Áron Csupa, azzal kell, azzal fekszik azóta. Jó, vagy azt hittem, hogy megjelent Pam Gabónak az első nagy lemeze, vagy kis lemeze. És hát tudjuk, hogy Áron Csupa szeretett. Annyira tudtam, hogy ezek. Tudom, hogy ezekre a nevekre lecsaptak. Áron Csupa egyébként Áron Csupa. Egy DJ, Áron meglepő módon svéd, hát mostanában az a svéd DJ-k nagyon-nagyon népszerűek, és a Huga, a Nóra énekel a dalban. Nóra a, Csupa? Nem, ő Nóra Egberg, ő nem változtatott nevet. Egyébként Áron is Egberg, csak ugye ő Csupára változtatta, hogy mindenki tudják mondani. De most már írnom kell. Meghallgatjuk csak. Jó. Meghallgatjuk. Jó van. 555-55-00, a telefonszám, kérjetek tőle dalt. Csabi, nagyon örül ennek, mi pedig jövünk holnapatkor. Szevasztok! Sziasztok! Hello. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.